kívánok, szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, köszöntöm a megjelent intézményvezetőket, és a kamerán keresztül köszöntöm az érdeklődőket. Mindig nagy a visszajelzés, hogy folyamatosan nézik a testületülésünket, illetőleg hát az itt a döntéseket, a vitákat, aminek én nagyon örülök. Ma délelőtt volt nálam a térség képviselő jelöltje, a Magyar Zoltán, a jobbikus képviselő jelölt, és ennek is elmondtam, büszkén, hogy az országból a 3200-ból nem találnak 200-at, ahol folyamatosan lehet nézni és visszanézni a testületüléseket. Büszke vagyok rá, hogy nálunk ez megvalósult. Megállapítom, hogy a testületülésünkön 7 fő képviselő jelen van, így a testületülés határozatképes, és mielőtt a napjára rátérnénk, amelyre most nincs módosító javaslatom, a lejárt határidei határozatokról szavaznánk, illetve lehet a szavazás előtt nem tudom, hogy van az ország kérdés valakinek. Jelentkezés nem látok, aki elfogadja, tényleg kész feltartásra jeleznek. Egyhangulat, köszönöm szépen, akkor rátérünk a napirendre, hogy mondtam, nekem módosító javaslatom nincsen. Nem tudom, hogy más javaslat van-e. Jelentkezést nem látok, akkor aki elfogadja a napirendi pontok ilyen formában való megtárgyalását, az kész feltartásra jelezze. Egyhangulat, kettőt, köszönöm szépen. Az első, ugye az önkormányzat által alapított kitüntető cím és elismerés adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása, ugye ezt az előző testületülésünkön már beszéltük, azóta a Kulturális Oktatási és Sportbizottság megtárgyalta, és a bizottsági javaslatokat mellékelték, vagy magáltal a kivonatot mellékelték az előteresztéshez, újra kiküldtük magát a rendelettervezetet, ebbe beépítettük az előző testületülésünkön elhangzott javaslatokat. Nem tudom, hogy nyilván vitát, hogy akkor van a bizottságnak, adom meg a szót először, hogy akkor ismertesse a javaslatát. Köszönöm szépen. Valóban megtörtént a bizottsági ülés. Alaposan áttanulmányoztuk valóban ezt a rendelet tervezetet, és tulajdonképpen az volt a lényeg. Akkor viszont majd javítok, köszönöm. Az volt a lényeg, hogy tényleg egy olyan jellegű határozott rendelet születhessen, ami valóban egyrészt méltó erre a címre, illetve egyéb lehetőségek, egyéb tisztségek, egyéb előnyök is, hogy mondjam, megilleszhessék a esetleges valamikor vagy mindenkori tisztolgár. Ami fontos volt itt a szempontok között, hogy megnéztük azt, hogy nálunk nagyobb vagy nálunk kisebb településeken ez a gyakorlat, ez hogyan, milyen módon történik, és ezeknek a figyelembevételével tettük meg a megfelelő javaslatokat. Fel is olvasnám akkor őket igazából, hogy mi az, amire a bizottság javaslatot tesz, és kéri majd a testületet, hogy véleményezze, illetve elfogadja el. Tehát azt javasoltuk, hogy a díszpolgári cím adományozására évente kerülhessen sor. Illetve aki megkapja a díszpolgári címet, az részt vehet a település községfejlesztési programjának a kialakításában. Külön döntés alapján felkérhető a községet képviselő delegáció tagjának. Aztán a mindenkori egymást követő kitüntetettek nevét a hivatal épületében elhelyezett emléktáblán fel kell tüntetni, illetve díszpolgári emlékkönyvet vagy almanaknak, vagy igazából nem tudom minek nevezzük, tehát valamiféle nyilvántartást vezetünk ezzel kapcsolatban, illetve azt a lehetőséget is megadjuk, vagy adhatjuk, hogyha külföldi állampolgár nyeri a díszpolgári címet, akkor a címadományozásakor a díszoklevelet a saját nyelvén kell kiállítani. Ez nem lehetséges akkor német vagy angol nyelven a díszpolgári oklevél tartalmára, vagy hiteles fordítást tartalmazó szöveget is mellékelni kell. Tehát nagyjából a meglévő előterjesztést ezekkel a pontokkal tudjuk kiegészíteni, és hát természetesen mindenképpen kérem a testület véleményét, hogyha egyrészt véleményezze, másrészt, hogyha ha ötlete, javaslata van, akkor egészítsük ki és fogadjuk el valóban ezt a előterjesztést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Előbb, hogy rosszul mondtam, hogy beépítettek az előző testületülésen elhangzottakat. Nincs benn, szól a jegyző, hogy nincsen benn. Ugye itt a díszpolgári címnek az első, harmadik és a negyedik paragraf bekezdéséhez érkezett javaslat, az egyik az elsőnél volt, hogy közvetlen áll, és akkor beszél nem volt tagja a korábbi diktatúráknak, majd ezt persze meg kell szépen fogalmazni. A
hármas bekezdésnél ugye 5 évente helyett volt 3 évente a javaslat, illetőleg a 4-es bekezdésnél 10 szokott, és akkor volt még egy javaslat, ugye, hogy a pénzjutalmat is adjunk mellé, és akkor én mondtam még konkrétan, hogy akkor nem konkrét összeget írjunk bele a rendeletbe, hanem a közösség mindenkori közösség illetmény alap 5 vagy 7-szerese, jól emlékszem a 7-szeresét támogatta itt a testület. Tehát akkor ez a 3 még nincsen benne, de nem felejtették el, hogy a kérdező figyelmeztetett, hogy erről mindenképp majd külön kell szállnunk. Ez tudom, hogy ahogy a bizottsági javaslatokról is. És akkor meg nem a vitán, nem tudom, hogy ezen kérdőben még másnak javaslata. Nekem csak annyi javaslatom lenne, hozzám én is a tévénézőket, illetve a képviselőtársakat. Körbe jártam a települést, és több információt kaptam itt a személyekre, hogy a falu lakosság, akiket is tartanak elsődlegesen hídomosra arra, hogy ezt a úgynevezett címet, meg diszpolgári címet megérdemelni, és nagyon-nagyon sokan jelezték, hogy elsődlegesen ugye a dr. Mennyes János úrra gondol a falu lakosságban nagy részt, dr. Balázs Mihály úrra, illetve nem biztos, hogy jól mondom, és elnézést kérek a családjától, vagy a hozzátartozó magától, illetve aki a volt házipari szövetkezetnek hozzá, illetve Tóth Pál, őt hallottam legtöbbet a falu lakosságától, hogy ők azok a személyek, akik mindenképpen jogosultak, és én javasolnám is a testület részére, hogyha ezt még a listát ki tudnánk ebbe az évbe természetesen bővíteni, akkor az augusztus 20-ai ünnep alkalmából egybe szeretnénk, tehát hogyha lehetne egybe ezeket a díszpolgári címeket. Nemzeti ünnepünk is egyben, augusztus 20 és augusztus 20-ával egybe kiosztani a díszpolgári címeket. Szerintem össze lehet kötni a kettőt. Jó, hát mindenképpen rendben, és benne van, ugye az alap az augusztus 20, illetve a személyhez kötődő rendezvény. Tehát azzal azért semmi nincs, nem is kell javaslatot tenni. Most maga a díszpolgári, tehát semmiképp sem az, hogy most az érve keresünk, akit találunk, és akkor megadjuk, mert mindenképp ez egy folyamat, ez egy évből évre, vagy hát 5 évente, 7 évente, ezt már ugye eldöntjük. De a románozható cím, ahogy a emlékpaketnél is ugye korábban így folytattuk le a adományozásnak a rendjét. Annyi, hogy ugye a felsorolt személyeknél, hát ugye a Mennyes doktor úrról utcát neveztünk el, a Balázs doktor úr már az emlékplakettet megkapta, tehát azért mondom, hogy nem meglepetésében a nevek, mert hát azt mondom, hogy korábban is elmerültek el. Csak tehát nem az én véleményemet mondom, én azoknak a véleményt mondom, akik engem ezzel a témával megkerestek, és úgy gondolom, hogy joggal, én a Balázs doktor urat ismertem személyesen közülük, szerintem ő is megérdemli, és hát ők ugye a Mennyes János úr már ugye nem élt, tehát a posztumusz kitüntetésre lehet, és szerintem ők biztos, hogy már megszolgáltak ezért a címet. Jó, igen, majd akkor a... De természetesen biztos, hogy van több személy is, tehát én ezt sem... Nem, itt most azt mondom, hogy a fogalmakat szeretném tisztálni, tehát magának most a rendeletről tárgyalunk, aztán majd eleve várülésen kell a személyekről is tárgyalni, még csak nem is a mai testületülésünkön, mert arra valóban azt mondom, hogy mindenképp akkor javaslattétel szükséges, akkor a javaslatot mindenképp értékelnie kell a bizottságnak, és a tudományozást pedig akkor a testületnek kell, hogy a minősített többséggel, vagy a rendeletünkben, hogy benne van meghozni. Ja. Így értem. Ja. Engem megkértek, hogy ezt közvetítsem a képviselőtestület felé. Én úgy gondolom, hogy megérdemelnek annyit a foglalkossága, hogy meghallják, hogy foglalkozunk vele, és a részrevételeiket is figyelembe vesszük, és próbáljuk teljesíteni. Jó, tehát azt gondolom, hogy igen, majd lesz a dolgozás. És én köszönöm is nekik egyébként. Most ugye a rendelet, és ugye akkor ez a rendelet, amit most már azt mondom, hogy másodjára is, hát és nem egy hosszú, mert 3 oldalas, de akkor egy kitárgyalom, hogy ehhez van valakinek. Az igen, tessék? Bocsánat, csak annyi, hogy én örülök a Harsonyi felvetésének olyan délen, mert szerettem valamit hozzátenni, hogy ne az legyen véletlen, hogy az a helyzet álljon fönn, hogy majd gondolkodunk megint jó nagyokat, hogy kik legyenek a esetlegi díszpolgárok. Tehát itt már valóban egy aktivitás történt ezáltal, és én azt hiszem, hogy ha ez valamikor továbbra is megkapja azt a fajta igényt a lakosság részéről, akkor természetesen a később év, hogy erre megkeresés, vagy erőterjesztés, vagy javaslat, vagy irányban felkérés, vagy akármilyen szándék jön, akkor természetesen biztos, hogy bele fogjuk tenni majd a kitüntetési
javaslatba vagy jelölésre a ceremóniába, tehát igazából jó, hogy van ilyen, mert nagyon sok esetben még azt szokott lenni, utólag szokott okos lenni a nép, hogy ha valakit találunk, akkor az azért nem jó, mert viszont normál esetben meg a passzivitás miatt meg mindenki néz a magasba és majd várja, hogy hát aki találunk valamit, tehát mindenképpen ezek annak, hogy azért konkrét elhangzott az ezzel kapcsolatban. Köszönöm. No, tehát akkor itt van ugye a 5. parolós egyesbekezdés, az elismerések adományozására javasló tervek, a képviseletek tagjai, bizottságai, a jegyző, a településünk működő intézmények vezetői, valamint a helyi társadalmi szervezetek. Javaslatot a polgármesternél kell előterjeszteni. Tehát most tessék István. Véleményem szerint a Bősárkányi emlékplakett elismerést azt más névvel kellene, mert szerintem azokat most nem minősíti azok, akik idáig kapták a Bősárkányi emlékplakettet, most leminősíti azokat, mert akkor a Bősárkány díszpolgára címmel volt megegyező. Akartuk, nem lett végigvinve, mindegy. De szerintem az vagy legyen Bősárkány érdemes polgára, és ugyanúgy kapjon mindenki emlékplakettet, de azokat leminősíti, akik azt megkapták, szerintem. De értek, meg bocsánat. Véleményem. Tehát igazából akkor a legmagasabb romjánzható kitüntetés az volt. Tehát az, amit mi tudtunk adni a legmagasabb. Most az, hogy a passzivitás, én igazából azt mondom, hogy ne én találjam ki az általam átadott kitüntetésnek a javaslattételét, és ez a passzivitást azért nem értem, mert ugye mint a megyénél, mint képviselőjén javaslatokat tehetek, és büszke vagyok arra, hogy most az idejében még 22, tehát összességében már 10 embert tudtam javaslatolni a idézőben második rangú megyeszolgálatáit plakettre, emlékéremre, illetőleg 3 nagy díjasat is tudtam javasolni, akik különböző, az élet különböző területén tevékenykedtek, és igaz, hogy nem biztos, hogy első esetben, tehát első alkalomra, de azóta decíben tudom mondani, hogy mind a 3-an már megkapták, és ebben tényleg azt tudom mondani, hogy akár az egészségügy, akár az igazgatás, akár a kultúra, vagy bármilyen területen dolgoztak is. Én nyugodt szívvel tudtam őket javasolni, a felterjesztést, az egyoldalas javaslatételt megírtam, sokszor a családtól segítséget kértem, és hát büszke vagyok arra, hogy sokszor meglepetésként érte a felterjesztetteket, a kitüntetetteket. De ez az aktivitás, ami most 10+3-at, de 13-at találtam, én szerintem a képviselők, vagy a bizottságok, az intézményvezetők úgymond találnak a fagon belül akár 10-13-at, most már 3 néven is hangzott. Itt igazából annyi, hogy nekünk majd az adományozás nem a rendjéről, mert az itt van, magár az adományozásról kell a minősítettőségben a döntést meghozni. Tessék, Gábor! Hát amit az István mondott, azzal nagyon is egyetértek. Válaszodban teljesen másról beszéltél. Itt a két kitüntetésnek a rangjáról van szó, így van, jól mondom, a rangjáról van szó. Ezt már a múltkor is elmondtam, hogy most különbséget teszünk a plakett és a önkormányzat, a díszpolgár között. Na most, és ez teljesen jogos felvetés, hogy kérdemül a plakettet kívánk. Ugye erről a múltkor nagy vitát tartottunk a bizottsági ülésen is, de előbbre nem jutottunk, mert ugye akkor úgy kellene ezeket a díjakat vagy a kitüntetéseket elosztani, hogy más szemszögből vizsgálni, úgy mint például a megyénél, hogy az egyik ilyen területen dolgozott, a másik olyan területen, és akkor nem alárendel egyik a másiknak, így van. Tehát két különböző megfogalmazásának kellene neki lenni, hogy ne érezze azt, aki plakettet kap, hogy ő most... Illetve kapott, én úgy gondolnám, aki kapott. Igen. Tehát aki kapott plakettet, ő kapja a díszpolgári címet is. Hogyha most az a probléma, hogy esetleg kapott plakettet. Van egy probléma, hogy nem értem, vagy nem érzem, mert máshol is van most. Tekintsük el ugye a szükre pátriárktól, akár ettől a rendelettől, akár a megyeitől, ahol szintén vannak fokozatok. De az érdemrendekben, tehát amint augusztus 20-án vagy október 3-án az állami kitüntetések adnak ki, ott is van, ha jól tudom, arany, a tisztikereszt, aranyezés, meg bronz fokozata. Tehát ott is vannak első, második, harmadik. És ezzel most is azt mondom, hogy nem minősítjük le, vagy csúnya szóval nem degradáljuk le a emlékplakett kitüntetést. Én megmondom őszintén, aki azt megkapta, vagy meg fogja kapni, maga az emlékplakettet, amelyet megterveztettünk rajta, ugye a Bősárkányi
jelkép, nem a címe, hanem a jelképe. Rajta van a két csillag, hátoldalába bele van gravírozva a dohányzóknak a neve, illetőleg az évszám. Mellett, hogy ott van még az emlékoklevél. Számomra ez egy nagyon nagy, mert ugye ezt se kapja meg mindenki, ezt is csak ugye, ha az kínulok a lakosság 2000 főből eddig 5-öt adtunk ki, megkapja az elkövetkező 20 évben még 50, örülnék neki, ha megkapná, de az is egy kitüntetés. Ezzel, hogy most van egy emlékplakett, meg van egy díszpolgár, én most azt most mondom, hogy az egyiket a másik alá vagy fölé rendelni. Jó, de amit te felsoroltál, azok már létező mind. Az akkor is létező volt az István, azt mondja, hogy akkor nem létezett díszpolgár. Így van. Hát a lehető legnagyobbat adtuk meg. Akkor is akkor nem lehetne azt csinálni, hogyha létrehozzuk ezt, hogy lesz díszpolgárunk, aki akkor emlékplakettet kapott, akkor azt az emlékplakettet fölemeljük díszpolgári címre. Ilyen is előfordul. És akkor ugye, mert akkor volt a legmagasabb az emlékplakett, most viszont fölé helyeztünk egy díszpolgárit. Mellé vagy fölé. Így van. Értelmezés. Szerintem fölé helyezzük. Értelmezés, persze. De tehát, hogy ne érezze magát sértődve, vagy úgy gondolom, hogy amit adja az István, amit mondott, így felemeljük őt, és akkor díszpolgári szint. Tehát az átminősítjük. Most nem is kell átminősítéssel ezt megoldani, hanem a díszpolgári címet. No, mert abban egyetértek én is az Istvánnal, hogy lehet, hogy az embernek megmondja a fejében az, hogy most csináltak egy nagyobb fokozatú valamit, és akkor de nem lehet ezt... nagyon fokozatú, mert hát mi csináltunk a legmagasabbat. Ha visszaemlékez, akik itt ültek akkor is, mikor ezt megszavaztuk, ugye elég nagy vita volt belőle, így van? Elég nagy vita volt belőle, mert ugye az volt az alapgondolat, hogy csak díszpolgárit adjunk, de hát ugye erősebb volt a másik előterjesztés, legyen emlékplakett, mert nekünk az megfelel. Na most ezt fölé tettük, akkor ott nem hiszem, hogy ildomos, amit csináltunk ezelőtt 8 évvel, ugye körülbelül 10 évvel, most teszünk föléje még egyet. 2 év múlva meg teszünk fölé a generális színust, ugye? Jó, mert ebben a rendben az van, hogy fölé megy a diszpolgár. Hát, tisztesen. Így van. És nem mellé, ahogy megy. Úgy értelmezés, annyit, hogy más a feltétel rendszere, aki az... Persze. Jó, nem ezzel nem tudom. Azt mondom, hogy jó, így van, de... Én úgy gondolom, hogy azzal lehetne köszönöm a csorbán, hogyha akkor, aki emlékpaketet kapott, azt feltételezzük diszpolgár címre. Akkor a plakett azt pedig a kapott, hogy ott áll állít, vagy? Igen, így van. Hát akkor nem kell megkülönböztetni, aki megérdemli, akkor kap diszpolgárt, azt nincs plakett. Akkor egy cím van. Így van. Hát erős lehetőség van. Tehát ez határozattal nem is kell az külön ezen, mert ugye fölminősítjük a címét, nem? Tulajdonképpen igen. Maradhat végül, de ha azok egy címre ezt emelve egy határozattal, akik idáig az emlékplakettet kaptak. Hát azért ilyen, szerintem még nincs lehetőség, hogy átminősíteni, akkor annak ugyanúgy egy hatásat kell ennek az új rendeletnek megfelelően. Például az, hogy megváltoztatta az önkormányzat a... Nem, én értem. Tehát akkor mindenképp, hogy a korábban, aki 5 fő emlékplakett kitüntetésben részesült, akkor egy testületi határozattal, akár egyen is lehet, hogy 5 fő személyesen megjelölve, díszpolgárra nem minősítjük, ez így rossz, hanem díszpolgárra díszpolgár címet kap. Ez így lehet, külön határozattal. És de összességében még falun élünk, úgyhogy ezt tudomásul kell venni, tehát nem városban, ahol ilyenekkel lehet szó, itt nem lehet, mert ugye harmadnapra már kiderül, vagy kiborul a bili, bocsánat. Értem, de akkor ez megint nem a rendeletünk, hanem valóban akkor a következő majd. Ez így megvan, hogy te folytatod ki rá fel, hogy akkor hozunk meg egy határozatot. Aki a nyíltárgyaláson nem járulnak hozzá, tehát azért mondom, hogy akkor ezt majd egy külön határozatról, zárt ülésen és
Jó. Beszéljünk róla, viszont most akkor a rendeletet érjünk vissza, viszont akkor majd a négyesnél akkor mindenképp ezt a javaslatot majd értelmeznünk kell. Jó, tehát akkor mehetünk a rendeletről. Tehát az egyesnél kiegészül azzal, hogy nem volt tagja a korábbi diktatúráknak, ezt egyítsük vele. Jelentkezés nem látok. Akkor a diszpolgár kitüntető cím 5 évet adományozható, itt volt egy 3 évet, illetve volt a bizottság 5 évente. Jó. Már szavazunk. Díszoklet és emléktárgyára áll, plusz a köztisztviselő alap 5 vagy 7-szerese. Most én erre akarok átérni, hogy ezt most akkor, ha 5-öt szavazunk majd egy zárt ülésen, akkor ezt az idejében is biztosítsuk, vagy van a posztumusz, ahol azt mondom, hogy akkor ezt viszont mindenképp értelmezni kell. És már most kell értelmezni, mert ugye ez a rendelet fog vonatkozni. Vagy azt mondjuk, hogy akkor maradjon, amit korábban, és akkor az első évben ugye most a pénzet alapban nem emeljük bele. Jó? Jó. Akkor erről is majd szavazunk külön. Tehát azt mondom, hogy az idejében, ha most tényleg 5 embert akarunk majd valamikor dönteni, akkor ne a pénzvelünk sem arról szól, és jövőre halott esetben majd, vagy akár év vége fele, vagy augusztus 20-áig más személy jön elő, új személy, akkor viszont a rendeletet módosítatjuk és bevállaljuk ezt. Jó? De akkor... De most akkor nem szerepel ebben a rendeletben a pénzbeli adomány? Én azt mondom, hogy tegyük bele, próbálok. Jó. Oda szerepelni fog akkor... Akkor viszont mind az önnek. Mind az önnek jelenti. Hát, mind. Igen. Jó, akkor első oldalon nekem mind más, akkor bizottságra megyek rá. Tehát részletet felező készítő programok kialakításában felkérhető a delegáció tagjának, emléktáblán, emlékkönyv, feltűnőnek beállítani végül is ezt, azt mondom, hogy a korábbi javaslatokat nem érjük ki. Jaj, hát van így, ahogy a bizottság javaslatban van. Jó, akkor más javaslat. Akkor nincs, akkor külön szavazunk a módosításokról, akkor a kettes paragrafus egybekezdése köztisztviselőnek áll, és nem volt tagja a diktatúráknak. Diktatúrák szolgáló pártoknak végül is majd ezt megfogalmazza a jelző. Aki ezt támogatja, az kérem készfeltartással. 6 fő az illetállapotott teremből. Akkor a Bőrsegány Nagykösség díszpolgára kitüntető cím évente adományozható. Akkor ez lenne a javaslat, aki ezt elfogadja. Most már 7-en vagyunk, 7-fő. Akkor viszont a díszpolgára címmel a külön erre a célra készített díszoklevél és emlékpártyár, és itt volt egy módosító, hogy plusz a köztisztviselői ülemény alatt 7-szeres összeget, 7-szeresét, mondjam, megfelelő összegű pénzjutalom. Én akkor ezt most miután morosítunk, mint eltalkozott, felteszem a szavazásra, de az első évben azt gondolom, hogy miután itt többet is szeretnénk az idejében egy díszpolgárra kitüntető címet adományozni, ezt én most nem támogatom. Aki támogatja a morosítót az első évre, azt kérem készre a tartással szavazom. Itt a 2, 3, 4, 5 fő tartózkodott, 1 fő, ellene szavazott 1 fő, testület elfogadta a morosítást. És akkor a bizottsági javaslatokat most nem olvasom fel újra, egybe teszem fel szavazásra. Tehát akkor itt a bizottsági gyakorbetűvel angol bekezdésként fel van sorolva. Egybe teszem fel, aki elfogadja a bizottsági javaslatot, azt kérem készfeltartással nevezze. Egy hangul a két fő. Akkor most a módosításokkal egységes szerkezetben lenne, akkor a rendelettervezet, aki így a rendelettervezetet elfogadja, azt készfeltartással jelezze. Egy hangul a két fő. Köszönöm szépen. Rátérjünk a második elemi pontra, a hivatali helyiségeken kívüli, valamint a hivatali munkahelyen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályról és a területszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló előterjesztés. Ezt ki tudtuk küldeni a testületi anyagban a meghívóval, van ehhez kérdés, itt az előterjesztő a jegyző. Ugye a kérdés van, akkor a válasz lát, és adom neki a szót. Egy az önkormányzatnak nem volt ilyen tárgyú rendelete, mindenképpen meg kellett alkotni, legfőképpen amiatt, mert az anyakönyvezetők részére ennek hiányában a jövőben most már nem fizethető a hivatali munkaidőn kívül végzett, vagy illetve hivatali munkaidőn kívül kötött házasságokért a díj meg.
hogy mindenképpen erre emiatt volt szükség. Ugye két anyagi, vagy illetve két költséget jelent most ez a rendeletnek az elfogadása, hogyha ebben a formában elfogadásra kerül. Ez ugye az anyakönyvvezető részére állapít meg díjat, másrészt pedig a házasságkötésekért a házasulófelektől is ugye fogunk. Igazából ők fizetik meg az anyakönyvvezető részére. Nem egészen, tehát az alapdíjat fizeti meg ezen. Egy kérdésem van, hogy azért itt a házasságkötések szombat este történnek, és ugye a hivatali munkaidőn kívül, tehát azért is kell akkor már innen tök ez a... Hát azért ez a legtöbb alkalmazottnál így van. 15%. A kórnal természetesen is, hogy szerintem a többen lehetőséget engedni. Most valaki május 1-én akarod kétes állat. Az megint más, az. Na jó, van, de van lehetőség. Ezzel van lehetőség, hát most teremtjük meg. Jó, de én a szombati órát most azért is kérünk, azzal, amire akartam pontosítani, de a választ megkaptam, hogy igen, csak akkor kérünk. Hát, továbbra is lehetőség van a díjmentes házasságot, és ez a hivatali munkaidőben itt a hivatali házasságot. És ha szombaton este van, akkor már mindenki fizetett. 15 ezer. Tehát itt van egy időpontok. Ja, időpontok, föl vannak írva. 16:00, 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
Nem szerint ezt fogja hátráztatni a házasságot. Hát igen, a házasságokban elég sok a költség. De ennek az összege nem akkora, hogy... Nem, hogy passzol, nem, az, nem ezt fogja elvenni. Aki elenyésző, ahhoz képest szerintem, hogy házasság. Nem, hát akkor rossz a válasz, bocsánat. Hát ha valaki szombaton 9 és 21 hát az akarja, azért nem minden kell fizetni. De azok az időpontok, amikor lehet kötni házasságot, de ez már hivatali időn kívül van. Mert a hivatali munkaidőn kívül sem lehet, például nem lehet szombaton este 10 órakor. Ja, 10 óra után. 9 óra között, este 10 órakor. Jó, bocs, 8 óra után, igen. Akkor értem, bocsánat, akkor nem rossz a válasz. Közérkelemzés. Van-e a rendelet tervezethez milyen kérdés, javaslat? Nincs, akkor aki elkezdi ezt a készfeltartással érezzen. Egy javulat évtől. A helyi építés szabályzatban szóló rendelet megalkotása. Először mindenképp ugye a határozatról kell döntenünk, és csak utána lehet a rendeletről. De úgyis van sorba kitéve. Ugye ez most már december óta szemléletes lepülésünkben itt van. Két módosítás, bocsánat, három, mert kettő volt, amit mi kezdtünk. Még tavaly, illetve volt egy lakossági, amit be tudtunk építeni ezen módosításokban, ezt a hárman foglalja össze. Ugye a szakhatósági vélemények követően már tárgyalt a testület, azt jóvá hagytuk, elfogadtuk, meg kellett küldeni a főépítészi záróvéleményezésre, visszaérkezett a főépítészi vélemény, és most tudjuk akkor össze határozattal, illetve majd a részrendelettel elfogadnunk. Van ehhez kérdés, hogy a mellébeteket csatoltuk? Nincs, aki elfogadja először a határozatot, azt kérem részfeltartással jelentve. Egy hangulat, köszönöm szépen. Most ugye a rendeletre minősített szavazás történik. Ugye benne van az építési övezet a módosított területekben. Itt ugye, ami mindenképp már most a tulajdonterek alapításának a befolyásolja, itt a építési övezet második oszlopát, ha nézzük. Ugye itt a terekszélesség minimum 20 méter. A utcában már 20 méteres terpet alakítunk ki. 20 méter szélességű terpet, bocsánat. Jó, a kérdés nincsen, aki a rendelet tervezett elfogadni, azt kérem készfeltartással jelezze. Egy hangulat, két fő. Négyes, rendkívül önkormányzati támogatás választ iránti igény benyújtása. Ugye ez a korábban Enhiki, majd Munki, most jelenleg ugye Rekiként nevezett. Csak magát a határozati javaslatot küldtük ki, mert most jelenleg is ugye változik mindig a pályázati lehetőség. Korábban ugye az éves költségvetési hiányt, amelyet az állami támogatás nem vedett be, arra lehetett beadni. Jelenleg ugye az önkormányzat által kifizetett számlák, a dokumentumok, amelyek alapján ezeket be lehet nyújtani. Ezen kifizetett számlákat jelenleg is, hát nem azt mondom, hogy gyűjtjük, de próbáljuk a pályázati feltételeknek még
mellé rendelni. Ugye, ami nagyobb jellegű, az mindenképp itt az önkormányzati nem szivárgóutónak a karbantartása, az is próbálunk még a pályázat benyújtásáig ezt rendezni. Igen, ugye itt a költségvetésünkben betervezett vízelvezető árkoknak a szivárgóutkolatú medellapokkal való blokkolása. Ilyen a jobb tétel a lomtalanítás, ugye, amely most egy hónap ezelőtt megtörtént. Ugyanak a számláját sem kaptuk még meg. Mindenképp szeretnék, hogy ezt a szolgáltató pedig megküldeni, és ezt is ezen pályázatban be tudnánk tenni. De most összeget nem merek, nem is tudok mondani. Az biztos már, hogy a 20-30, ugye tavaly 27 millió 300 ezer forint, előtte jövő pedig 34 millió forintos támogatásra nyertünk, annyi most nem jön össze. Bízunk benne, hogy amit végül is sikerül a pályázati feltételrendszernek megfeleltetnünk, ezeket be tudjuk nyújtani most május elején, és hát a költségvetésünkben jelentkező, hogy mondjam, nem hiányt, de mondjam, még le nem fedezett részt, akkor ezen pályázaton is tudjuk elnyerni, és ugye ezáltal a költségvetésünket, költségvetésünk helyzetét javítani. Nem tudok összeget mondani, gyűjtjük őket, és hát amikor a határidő ide érkezik, akkor mindenképp ezt a pályázatot szeretnénk beadni. Nem mondom nagyságrendet se, az biztos, hogy 5-7, maximum 7 millió forint összeget tudjuk beadni. Jó? Én kérem az esetet, hogy akkor a határidőt fogadjuk el. Egyhangú hétfőt, köszönöm szépen. Önkormányzati feladatellátás szolgáló épület felújítására, itt van összeg, erre most már jól emlékszem, 3 vagy 4 éve pályázunk, ma voltam az építési hatóságnál, hogy tervezett munkban engedélyköteles erről, hogy körülvásárt adja ki, tegnap voltam a tervezőnél, hogy magát a most már 2 vagy 3 éves költségvetést írja alá, tehát ezen a másolatra kérnek hozzá, azt is beszereztük, és ugye ennek a határidőket kell feltölteni elektronikusan, ahhoz jönnök szükséges mindenképp a testületi döntés, testületi jóváhagyás. 85%-os támogatás a pályázat. Most már 3. évvel hivatalra pályázunk. Ugye itt a külső hőszigetelés, pusztán födémszigetelés, tetőhéjalás csere, illetőleg a elmenet hivázalok cseréje szerepel benne. 30 ugye a maximális pályázati lehetőség, 29.849 forintra pályázni. Javaslom, hogy a testület hagyja a jogászló pályázati tervezőt. Hogy az készváltatással jelezze egy hangulat, köszönöm szépen. A következő beszámoló a közös hivatal munkájáról, a terjesztő jegyző. Mindenki megkapta ezt az írásos beszámolót, igazából ez a statisztikai adatokat tartalmaz a hivatal 2016-os működéséről. Én annyit tennék hozzá, mert bele is írtam, hogy majd az adóbevételekről egy külön tájékoztató készült. Akkor azért még pontban, amikor már érdemes lesz ez, hogy nem tudom, van-e kérdés a beszámolóhoz. A hivatal által ellátott feladatok található lenne a hivatal személyi állománya, illetve a leggyakrabban előforduló hivatali ügyeknek. Egy kis statisztika, hogy meglepett. Igen. A halálesetek száma, hogy jóval több a halálesetek száma, hogy esetlen a 24-ből volt, a 17-ből született. Hát ezt szerintem nem csak bősárkányban van. Jó, oké, és nem tudom, hát csak úgy néha lehet, de nem ki van. Kérdezem, hogy itt a létszámmal a igazgatási szakvizsgával rendelkezők száma csak 3 fő. Szakvizsgával. A szakvizsgával, igen. Felső fokozatnak kell csak szakvizsgát tenni. Igen? Alapvizsgál, akkor jegyzőnek nem kell. Hát ennek én, akkor jegyző lehessen már szakvizsgája van. Na jó, csak ugye ebből ez nem derül ki, ezért kérdezz. Jó, bocsánat. Jegyzőnek is van szakvizsgál. Igen, csak. Jó, tehát úgy jön ki a 4 fő, nem? Még a Európa-Magyar Köztendettel kapcsolatos
pincészkedések, vagy valami egyéb más gondom van beleépítve esetleg, nem tudom, hogy... Vagy... Az valahol szerepel van. Valószínűleg lehet, hogy most ráfutottam rajta, csak tényleg. Benne van, hogy kérdés még a beszámolóhoz. Még kérdés nincs, akkor aki a beszámolót elfogadja, hogy a készletartásra jelezze. Egy hangulat, köszönöm. Az ötös? Hatos kimaradt. Bőség. Szólni akartam, hogy... Ja, jó, mert ugye nem volt előterjesztés, és azon vannak itt nálam sorba. Ezt ugye most a testületülés előtt tudtuk kiosztani. Mindenki előtt ott van, nem tudom, hogy ki tudtam eddig átnézni. Még én sem néztem átételesen, hogy ezt most a testvetődés előtt adtuk meg. Gel is hívta a, hát nem tervezőt, hanem... Fú, hogy hívják őket, Rába, segítsél. Mit? A költségvetéseket mint összeállítja. Előkészítőt, hogy ugye... ígérte, hogy jövő héten legkésőbb szerdáig megküldi, és a temetésre hívott vissza, mert ő nem vette fel a telefon. Aztán, amikor vége lett, kijöttem, akkor mondtam, hogy hát ugye mindenképp szükség van, hogy kész is van, csak az e-mail címet kérdezte. De még én sem tudtam megnézni, viszont beszélni személyesen telefonon beszéltem vele, és hát mondta, hogy akkor ez egy nagyon felbruttósított költségvetés. Mondtam, hogy ugye a 30-80 forint útról van, azt el is fogalom, hogy bruttósított, mert a feléből is meg kellene ezt tudni csinálni, és végül is hát akkor azt mondta szóban, hogy igen, a feléből is szűken, de meg lehet. De igazából ezt ugye mindenképp pályázatra szeretném elő. Kértük, hogy készítse elő, hogy az állam által az önkormányzatokra hozott jogszabályi kötelezés mégis mennyi forrást igényel. Én ezt mindenképp szeretném akár az országgyűlés képviselőn, akár az államtitkárságon benyújtani, hogy ezek pályázati határidők nem leteltek, hanem a források kiürültek. Ezt a államtitkárasszonynak már februárban Csornán mondtam, most elkészült a költségvetés. Igazából erről nekünk döntenünk nincs, mert ezt egy szakértő, egy előkészített állította össze. Ezt mindenképp szeretném ugye a megvalósításhoz állami támogatás forrást szerezni hozzá. Jó, hát mire azt mondom, hogy pénz is érkezik, addigra úgy át tudjuk nézni, és hát azért meglátjuk, hogy melyek azok a kiadástelen költségvetési nemek, amelyek akár elhagyhatók, de ha ilyen nem is találunk benne, melyek azok, amelyek azért helyi munkaerővel, helyi vállalkozókkal azért ennél olcsóban megvalósíthatók. Riasztó egy kép, 38.000 forint biztos. Akkor egy ilyen indikatív árajánlat végül is, nem, hogyha... Hát ez egy árazott költségvetés. Ezzel már lehetne pályázni, ugye most pályázni. Arra készít, tehát mondtam is, hogy mindenképp ugye a magasabb összeget írja be, most akár egy tárólapnál a minőségben nem fogok írja be a minőségét, és akkor magasabb árat. És akkor, ha oda kerülünk, hogy tudunk hozzá pénzforrást találni, mindenképp azon vagyunk, akkor majd a vállalkozókat is meg kell esetleszteni. Műszaki tartalomban, bár mondjuk most megint egy ilyen szokásos hirtelen jött dolog, ugye, amit ezzel nem tudok megnézni. Nem tudom, Gabi, te ezt valamilyen módon előzőleg már... Nem, már ő is most kapta meg, én is kaptam meg. Négy pályázat nincsen, ha lesz, akkor úgyis nem hirdetjük meg, mert ha a forrás lesz, akkor hirdetjük meg, akkor ugye közszerint nélkül küldjük ki, erre kérjük az ajánlatot, ebből jó olcsóban is nem lehet valósítani, ezt maga az előkészítő mondta, de igazából ezt a pályázatot készítette el. Mivel hogy mondod, hogy itt a bölcsődei pályázatok ugye zártak, most már nincs hozzá forrás. Igen, megyében nincs. Én, időben nem vagyunk ki, és a megyében nincs, csak a megyében nincs. Igen. Hát februárnak írták újra a bölcsődékre, az óvodákra a pályázatot, akkor volt itt az államtitkár, és akkor ő mondta, hogy ezen pályázati keret a megyében
fel, azt mondja, a régióban már elfogyott a tavalyi évben, lekötésre került, tehát arra nem tudjuk beadni. Igen, de véleményem szerint, ha 30 millió forintot tudunk pályázaton összeszedni rá. Vagy valamennyit, igen. Vagy valamennyit. Én aztán gondoltok, vagy úgy gondolja, ahogy én így gondolom, és mindenki úgy gondolja, gyakorlatilag én biztos egy bölcsödét egy 100 éves épületben nem tennék be. Mert ha 30 milliót tudunk lobbizni majd valahol, vagy 25-öt, vagy 20-at, akkor tudnánk egy új építésű bölcsödére is. Nem tudom, az mennyi? 80 millió? Mm. És akkor a 100 éves épületet toldozzuk, fordozzuk megint, akkor, és akkor gyakorlatilag ott lesz, elvileg úgyis lesz valami területbővítés. Igen. Néhány megvesz a telekalakításhoz, a betestvedülés. Jó, is. De én a 100 éves épületben biztos nem tenném. De tudjátok, mert annyira nem néztem már, de szerintem falszigeteléseket meg ilyesmit nem tartalmaz. Nem. Akkor megijön a 100 éves válaszi a falakból a gyerekeknek. Vagy akkor még külön sószobát csinálunk, hogy olyan klímát szeretünk, hogy egészséges legyen a levegő a szobában. A sószoba ugye az más, mert éppen ma olvastam az újságban én is, igen. De az a külső szigetelés, a falszigetelés, én sem emlékszem. Át kell nézni, tehát... Nincs benne falszigetelés. A terve nem láttam, tehát azért mennyi, mondom, hogy... 2 millióért terveznének egy új jobbat, hát 3 millió, Gábor körülbelül. Fasz, szerintem annyiból megvan, 2-ből biztos megvan. 2-ből biztos. És ha van egy nyitott pályázat, a kész dokumentumokkal oda tudjuk tenni, és akkor... Ez nem hagyományos pályázat, amiről mondja, a topos nem... Tudom, nem de... Ez egy panaszlevéllel fog fölmenni majd az államtitkárságra. Jelenleg ez van a kezünkben, akár a műszaki tervek, a költségvetés. Értem, tehát azt mondom, hogy most nem is tudunk vitatkozni, mert most mindenki. Ötletnek mindenképp jó, mert hiszen ma mondtad, hogy 22 gyermek született már, ugye? Körülbelül igen. Igen, úgyhogy... Lenne utánpótlás, akkor van. Elhelyezni. Hát nem tudom, meg lehet ezt lovagolni azt a kérdést, hogy provizor megoldani azokban a helyiségekben, ahol most vannak, és akkor rálépni arra, hogy egy újat. De most nincsenek sehol, vagy mire gondoltál? Hát mit tudom, hogy megengedik ideiglenesen, hogy mit tudom, fél évig, egy évig valahol legyenek. Hát ahogy az előbb is beszélgettük, hogy ennek a tervnek is ugye az egyik feltétele volt, hogy egy csoportnak is 13 helyiséget kell kialakítani. Tehát anélkül, amíg a vonatkozó jogszabályunk nem felel meg, addig nincs sehol nem lehet. Jó, amikor elindultuk, leültünk a tervezőre, ugye? Igen. Húzkodtuk a vonalakat jobbra-balra, akkor úgy tűnt, hogy minimális átalakítással meg lehet hozni. Aztán utána kiderült 13 helyiség. Akkor már nem értem. Ilyen, akkor ki nem tudta, hogy mit kell egy bölcsödéhez megfelelni? Akkor a tervező nem tudta? Meg előzően lehet, hogy nem. De mire elkészült a terv, addig utána nézett előtte az irányzó jogszabályokat. És csak azért mondom, mert pont az államtitkári előadásom volt, hogy a két csoportosnál 27 helyiség, de a minibölcsödénél, ahol egy csoportra van 13, a minimális helyiség darabszáma. Itt van ám a rajszát, föl is tudnám sorolni őket, nem most nem szoroz, de annyi, hogy ezeknek meg kell felelni. És a miénken ugye itt néztem, hogy utána megszámolta, valóban 13 helyiség van a legköztetőtől külön, a fürdetőtől, de a tejkonyha külön kell, nem lehet a másik konyhába. Tehát indokolt, hát ugye jelenlegi szabályozás ez előírja. Jó, akkor egy költségvetésünk van, megpróbáljuk el alapján, hát nem pályázni, ugye, mert jelenleg pályázati lehetőség nincs, hanem lobbizni. És akkor miért írja elő a... Jó, az előbb hagytam már, igen. A
szaktárca még írja elő, hogy kötelező, ugye január 1-től ezt biztosítani. Hát ez nem az, a kormány írta elő. De most mindegy, hogy hát kormány... Hát erre legalábbul nem tudok választani. És hozzá meg nem ad semmit. Hát... Nem rendel mellé forrást, igen. Tehát nem úgy, hogy egy bölcsödét leakasztanak most a fogassot, tudod. Hát nem. Ha csináljunk négy bunkert, aztán megy el ez a bunkert. Nem csinálsz négy bunkert, mert itt van, hogy milyen feltételek vannak. Ha 13-at csináljuk. Hát azért ez... Most azon följön a mi fejünk azon, hogy hogy oldod meg az egészet, ugye. És úgy, amit az István felvetett, mert ha úgy áll hozzá a kormány, akkor mondom így a kormány, akkor igenis, ekkora településeken, nem mondom, hogy mi olyan nagy település vagyunk, de akkor kiírná, hogy mit tudom én, ilyen gyereklétszámnál, születendő gyereklétszámnál, igenis kötelező, és akkor odaadom azt az 50 milliót, és kész. De most nem tudjuk, mikor csinálunk jót, hogy megcsináljuk ezt az egycsoportos bölcsödét, azt utána két év múlva meg újra kellene mellé csinálni még egyet? Hát azt a, bocsánat, az igénytermést megcsináltuk a településünkön, tehát a 55, itt van, az 55-03 éves korú gyermekszülőnek elküldtük, ebből ugye visszajeleztek, én az összesítést azt korábban megcsináltam. Csak hogy tudod, ez az igény, ez, bocsánat, hogy közbevágok, ez az igény, tudod, hogy lehet, hogy csak fél évig szól, mert utána meggondolja magát, én itt beadom a gyermeket. Na jó, de hát ahogy mindenhol vannak várólisták, itt is utalok lesznek. Tehát amíg a hét fő, az állandóan... De akkor nem csináltunk semmit sem, vagy? Hát dehogy nem. Hát nem, mert azért ez egy komoly előkészítésen komoly döntést igényel, hogy én bölcsödét építek. Tehát nem hol egy évre, két évre kell bölcsödét építeni, hanem... Hát valahogy így, mert ugye ebben a pénzszegény világban azért megmondolandó, hogy hova teszed a pénzt, meg mit teszel. Mert ugye azért az igazság, mert van előttünk példa mindenben, ott van az iskola is, igaz? Az is úgy van toldozva, fordozva, így van? Három generációs épület gyakorlatilag. Mert ugye az meggondolandó, mert elején, mikor indult ez a bölcsöde téma, én legalábbis úgy láttam szakmai szemben, hogy nem akkor nagy durranás lesz, mert hogy itt is van, már működik, meg ott is működik, ilyen meg ilyen feltételekkel. 5-6 millió forint. Igen. Én magam is arra gondoltam, ez így van. De ugye ez már azért meghaladja ezt. És ennek a felét veszik a 15-16 millió forintot, az is meghaladja. Igen, így van. Nem. Azért legmondanandó. Ugye akkor mégis az első ötlet az óvodához hozzáépíted. Az óvodánál teljesen más feltételek vannak. Egyesületett hát óvoda bölcsőre, akkor már arról lenne szó, akkor már teljesen más feltételek vannak. És ez jobb feltétel, vagy rosszabb? Hát, rosszabb. De most miért ugyanarra a telekre külön, is meg lehet építeni? Körülállra intézményszerű lenne. Az új gyereket nem kell egyesíteni a meglévővel, tehát egyesíteni, csak nyitott dolgot kell csinálni. Önálló, ha a beépítési százalék megengedi, önálló egységet, akkor is csinálhatsz rá, nem? De nem, hát nem kapcsolódik az óvodához teljesen, el is lehet választani. Attól még lehet egy telket, nem? De az új telket, amit is hozzáadtad. Hát akkor megosszuk a telket, hogy van ez egy gyerek. 30 millió forint már nem... Szembe az 50 ezer azért az nem nagy tétel, nem? De most az, hogy az éves egyesített óvoda bölcsőt, az már nincs, az már nem lehet. Jó, tehát mondod el, mert nem is gondoltam, hogy arra, hogy összeépítik. Mert ha nagyobban gondolkodunk, akkor külön önálló egységet kell. Ha meg lehet ezt álmodni, akkor ott kell meghúzni a határt, úgy, mint valamikor régen kiment, ide lesz a ház. Kerítés kell. Kerítés el kell válaszolni. Hát ez nem most ezt kell. Tényleg álmodunk sokszor, és tényleg azt tudom mondani, hogy bejöttük a rekit, meg még hétvégén, hogy össze kell hozni ezeket a számokat, hogy azt tudjuk, hogy azért az elvárt, meg a remélt bevételeink azért messze nincsenek összhangban, és ugye mondtam, hogy ezt a 12 millió forintot azt mindenki szeretnénk, hogy az idén különböző bevételekkel, pályázatokkal ledolgozni, mert segítenek a topos pályázatok, amelynek ugye egyes kiadás nem az idén költségvetésből annak tervezve, mert itt oldal még nincs, remélem, hogy akkor onnantól ezt a
bevételeket el tudjuk kérni, ha sikerül a prekipályázatunk, akkor arra is tudjuk csökkenteni. De a másik oldalról, hogy igen, mondhatunk mi 20-30-50 millió vagy akármilyen helyeket, de mindenképp ugye a forrásokat kövezetesen megteremteni. Ez sincs még meg, tehát azért mondom, hogy még nem mondom azt, hogy akkor erre már van költségvetésünk, a 4 millió 3, vagy valami szerint annyi volt, meg 10 millió, amit már nyertünk, és akkor ebből próbáljuk megvalósítani. De ez már egy alap a költségvetésre, mert most kiosztottunk, és azt mondom, hogy ezt más nem pályázatban nem is, de lobbizás szintjén tudjuk továbbvinni. Elég magas szám, tehát 30 millió forint, ami az önkormányzatunknak az állami kötelezettség ellenére is nincsen meg. Mindenképp dolgoznak el rajta, de az, hogy most akkor a költségvetésünk hiányán, amikor építünk ezt, azt növeljük arra, azt ugye még elő is kell teremteni. Az előző döntésünkkel most kicsit utána számolok. 2 millió forintot megint elköltöttünk, úgyhogy még az mai napig nincsen meg. Tehát annyiban növeltek idézőjel a költségvetés hiányt, amit nincsen, de megfogalmazva lehet. Én azt mondom, hogy van egy költségvetés, beszélhetünk róla, jobb lenne, ha mindenki előtt át tudnál nézni. Én azt mondom, hogy lehetőség megvan, mert mindenki majd hazaviszi. Nem kell szavaznunk, mert ugye egy előkészítő ezt megcsinálta, ez egy alap, ami alapján a források talán tudunk hozzá szerezni. Ja. Jó. És akkor arról nem kell szavazni, arról szavazhatunk, hogy igenis hozunk egy olyan döntést, hogyha kötelezettséget alapítanak meg az önkormányzatokra, akkor igenis kutya kötelessége a jogszabály alkotónak, hogy a forrásokat is mellé rendelje. Ezt az önkormányzat törvény kimondja. Ezt meghozhatjuk, hogy igenis kérjük, hogy akkor a forrás oldalt is teremtsék meg. Ehhez jogszabály. Ehhez elvegyünk be. Hát jó, mondjuk. Hát igen, mellékelhetem a pályázati csak ugye az egészben az a furcsa, hogy egy határozattal, vagy egy rendelettel leosztották az önkormányzat, hogy kötelessége ezt a feladatot ellátni. Jó, az önkormányzat felmérte az igényeket, de miért nem mérte fel a tárca azokat az igényeket, hogy milyen sűrűn lakott települések vannak, mindenki előtt ott van a számítógép, tudja az adatokat, mindent tudnak, mert ugye amit itt mi számítógépre viszünk adatokat, azt láthatja ugye elvileg mindenki. Miért nem hoztak olyan tervet, ugye mindenről tervet hoz ez a kormány, így átgondolták, ugye ezt nem gondolták át. Mert ezt tudnák, hogy ebben a régióban szükség van rá, mert szükség van rá. Ugye városokban azt kötelezővé tették valamikor. Aztán régen, igen. Igen, régen. Település, a falvakban is kötelezővé teszik, semmit nem adnak hozzá, és az önkormányzat bölcsölődjön azon, hogy most mekkorát csináljon, meg mit csináljon, mikor csinál jól. Mert ne találtam, hogy nem leszünk itt 2 év múlva, aki utánunk jön, azt mondták, hogy ez mit műveltek, hogy miért nem gondolták át az egészet, hogy nem ilyet kellett volna csinálni. De ugye ezt nem látjuk, mert nincs előttünk adat, van. Csak a felmérés, ugye 0-3 éves korosztály szüleit megkeresték, többetekből 20 küldte vissza, 20-ból 11 kéri, nem azonos időpontban, hanem ugye a gyerek életkorához igazodva. Ez a felmérésünk megvan. De te nem tudsz tovább menni, mert nincs keret rá, kimerült vagy befagyott. Addig nem tudjuk megcsinálni, hogy forrás nem lesz. De még maga az értelmezése is, nem igazából, nem ez a lényeg. Az a lényeg. Egy épülési főépítést is kötelező. Most nem akarok nagyon messze visszamenni, nem az első eset, hogy egy tejedző a fülembe súgta már, hogy hoztak egy jogszabályt, ami kötelezettségről az önkormányzatra, de forrás még nem adtak hozzá. Ilyen település arra szólt a kézikönyv, amit az idén meg kell csinálni. Települési felépítést kell alkalmazni. Visszagondolok 2003-ra, és akkor kicsit példálozok a pedagógusokkal, amikor a pedagógus bérfejlesztést, ugye 50%-os bérfejlesztést előírták az önkormányzatoknak, amely ugye az intézmény költségvetésben kb. 30%-os forrásigény bővülést jelentett egy fillér hozzájárulás nélkül. Azt az önkormányzatnak kellett akkor is előteremteni. És nagyságrendben az a 30 millió forint az ugyanúgy akkor is jelentkezett már. Nem az első eset, nem hogy hallom, ahogy gondolom nem is az utolsó, ami előttünk van ugye mindenképp az, hogy kell, igény van rá, tehát meg kell csinálnunk, jelenleg ugye a meglévő épületen belüli átalakításra készültek el a tervek,
az IMDSZ-i nyilatkozat ugye arra szolgál, hogy átnézték a 13 nehézséget az IMDSZ-el egy tiszteletre kellett elkészíteni. Most van hozzá egy felbutosított költségvetés is, ez alapján a forrás oldalt próbáljuk megszerezni. Ha lesz forrás, úgyis elénk kerül, akkor meg tudjuk-e belőle csinálni, vagy nem. Ha lesz forrás, akkor is mondom, közbeszerzést kell kérnünk, és tételes árját bekérni, abból is láthatjuk, hogy nem lehet-e csinálni belőle, vagy nem. Jó, akkor határozati javaslat nem hangzott el, akkor áttérünk a következőre, és akkor bocsánat, én ugrottam át valóban a 6-os 7-est, viszont az is jön a 8-as, az 5-ös József Általános Iskola 10-es blokkjának a felújítása. Én vagyok előterjesztőnek írva, de nem akarok más holvaival ékeskedni, úgyhogy Sándor, megkérlek, hogy akkor a várajállatokat, amit ugye most is még kaptunk hozzá, hogy összességében, még mekkora saját előre van igény, hogy ezeket akkor is megkérdés. Jó, mert a legutóbbi testület ülése visszakanyarodva, kért a testület, hogyha a következőben, a következő évben, egy pályázati évben szeretnénk pályázatot beadni, tárgyi eszköz beruházásra, és kérni az önkormányzat önerejét, akkor legyen szíves írásban fordulni, illetve írásban jelezni a képviselők felé a szándékomat. Hát én megpróbáltam összeszedni, elnézést, hogy valaki később meg nem teljes anyaggal jöttem be, mondjuk most már igazából mindenkinél teljes anyag van. A lényeg az lenne, hogy a iskolába történne az új pályázatnak a kiírása iskola épületén belül, pedig a csarnok előtti folyosók közlekedő, a csarnokkal egy időben átadott öltöző, illetve lány mellékhelyiségének a felújítása jönne. Az igazgató úrnak is már jeleztem és mondtam, hogy ebben a tárgyében mi kerül a pályázati beadásra. A képviselőtestület, illetve a polgármester úr ajánlásával 5 millió forintot kapott a reális összegnek, inkább így fogalmazom, a testület arra, hogy a TAO-s pályázatok keretében a sportegyesületek, és most ugye kézilabda és a labdarúgó szakosztály tud ebbe az évbe 5 millió forintnak megfelelő erővel gazdálkodni. Én ezt megosztottam a mi részünkre 2,5 millióval, őnek is 2,5 milliót hagytam, nem tudom, hogy értek-e lehetősége vagy nem. Én úgy élnék vele, hogy ezeket a lehetőségeket, vagy ezeket a létesítményeket újítanák fel, tehát az a folyosó, úgy lenne felújítva, mondanám a köműves munkával, a köműves az mindenképp csak úgy vállalta a folyosónak a felújítását, hogy az ajzatot fel kell szedni, ezt mindenképp, azt újra kell betonozni, és utána tudja lelapozni, mert a jelenlegi lapra ő azt mondta, nem fogja rárakni az új lapot, mivel az már így is ingatag és mozog, a föléje kerülő lap az meg fog mozdulni, és erre garanciát nem vállal. Továbbá a női WC az, ami már ugye mindenképp felújításra szorul, ott pedig úgy lenne, hogy a WC-k között válaszfal lenne, és azokhoz új ajtókat kapnának. Továbbá a folyosón lévő radiátor, a női WC-be és az öltözőben lévő radiátorok, csapok, csaptelepek, amik felújításra, a cserére szorulnak, azok mind ki lennének cserére, gyakorlatilag felújítani egyik sem lesz felújítva, mindegyik ki lesz cserélve, azok megtalálhatók az árajánlatban, amit a vízgáz kítőszerelő úr adott árajánlatot. Tovább a folyosónál még annyi lenne az energetika szempontjából, hogy a mennyezetet lejjebb hoznánk, tehát ez egy hőszigetelt álmennyezet kerülne, tehát a régi fanyilázzárók azok szintén hőszigetelt nyilázzáróra, műanyag nyilázzáróra mennének cserélve, talán a WC-be is, a öltözőben és az öltöző újra csempézésre kerülne, és ott is a csaptelepek, illetve a piszovárok lennének még cserélve, és még belefért az árajánlatba a villamos vezetékek, illetve a villamos egységeknek a cseréje is, illetve a kapcsolók és a dugóhelyzetoknak a cseréje is. Itt
Igen, az előző pályázatoknál láttam az önkormányzatnak, vagy a képviselőtestületnek egyfajta szigorát, ami nagyjából egyet is értek, így bele, a pályázatba beleépítettem már a műszaki ellenőrt is. Tehát a műszaki ellenőrre fog végre lefolyni a beruházás. A műszaki ellenőrnek minden egyes végzettségét, illetve működési engedélyét csatoltam a pályázathoz. Remélem, hogy 20 éve megfelelő lesz önöknek. Én ővel szeretném dolgozni. Egyesítve külön-külön le van írva a köményes, illetve tehát én köményesként nevezem, nem biztos, hogy ez a megfelelő neve. Az árajánlata a víz és központi fűtőszerelőnek az árajánlata, a villamos vezető, a villamos szakembernek az árajánlata, a festő szakembernek az árajánlata, illetve a rajt és az ablaknál is külön árajánlat van. Megadva próbáltam úgy összeállítani a vállalkozókat, hogy azok mind helyiek legyenek. Hát ebből egyetlen egy sajnos, aki nem helyi, az a köményes vállalkozó, hát a helyit megkeresen nem tudta vállalni. A többi az mind bősárkányi illetőség, úgyhogy én örülök is neki, hogy sikerült velük megegyezni, és köszönöm a rugalmasságukat, a tárgyilagosságra térve, mert úgyis az érdekli inkább a testületet szerintem, tehát a forintos része, ez összköltségbe 7.073.488 forintra jött ki. A ÁPÁS egyet hozzá. ÁPÁS. ÁPÁS. Nem, 100 000 forint plusz ÁPA a műszaki ellenőr. Most akkor lehet. Azért jó, de egyszerre fölcsön. Csak önállal nincsen, a többinél minden. A többinél jó. Tehát most akkor 7.530.000. 7.100.530. Akkor igen, akkor 7.100.000 forintra jön ki. Plusz ugye ennek lesz még közreműködői díja, illetve a szakszövetség felé megfizetendő engedélyezési díj. Az ilyen 100.000 forintot szoktam lenni, tehát az nem. Én 7,5 millió forinttal számoltam összköltségbe. Annak a önkormányzatra eső terhe 30%-ba, ahogy kértem a képviselőtestületet a rendeletbe, 2.250.000 forintra jön ki, tehát kevesebb, mint a 2,5 millió forint. És ebben az az épületrész gyakorlatilag teljesen fel van unítva. Jó, köszönöm. Akkor az összeget nem pontosítom, akkor végül is megegyeztünk. Annyi kérdésem van, hogy itt határozatjavaslatban 17 évi költségvetés van beírva, ez az idei vagy jövő évi? Ugye, mint ahogyan az iskolai és az óvodai tanévben is, ebben a pályázati tanévben is két év szerepel. A folyó év utolsó fél éve és a következő év első fél éve. Jó, csak. És azért 17-18. Ez a pályázat elfogadom, és egyetértek rá, nincs is ez az összeg, a 2.250.000 forint, az a 2018-as évben terheli az jó, akkor ezt javítanunk kell. Jó, köszönöm. Megkaptam a választ, nagyon jó. Terheli az önkormányzatot. A pályázathoz még be kell nyújtanom, mivel az önerőt is be kell írnom, hogy ki biztosítja. Így kérném majd a jegyzőhölgyet, hogy a testület határozata után, hogyha a pályázatra nézve ez pozitív, akkor legyen szíves a holnapi nap folyamán a pályázatírónak elküldeni a testület határozatát, mert azt mindenképp csatolnom kell hozzá. Köszönöm az igazgató úrnak a hozzájáruló nyilatkozatát, illetve a polgármester úrnak is, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a létesítménybe felújítás történhet. Jó? Igazából kisebb igazítások vannak még a terv dokumentáció, de ezt mondja Józsival fogjuk megoldani. Ha bármi kérdés van a testület felől, nyugodtan megkérdezhetik. Megpróbálom összeszedni a 70%-ot, idén sikerült arra, amire szerettem volna pályázni, bízom benne, hogy a jövőben is sikerülni fog. Úgy meg fogjuk oldani. Köszönöm szépen az előterjesztés közben, akkor a számokat én is átszámoltam, azért ilyen tételőt ismertettem, illetve hát majd akkor a határozati javaslatban a 7.500.000, illetve a 2.250.000 forintot írjuk be, illetve hát mondja a határozati javaslatban, hogy azt a javítást mindenképp meg kell tenni, hogy a 18 évi költségvetésében biztosítja, mert az idejében azt mondtam akkor is, hogy így is sok projekt mellé rendeltük pénzt, úgyhogy ezt nem látom realitását, hogy előttünk
saját erőként teremteni, 18 év költségvetésre. Csak akkor lesz, tehát jó, hát azért mondom, hogy javítsuk azt a számot, hogy van-e kérdés és szerintem. Én szeretnék kérdezni, ha lehet, ha a költségvetéssel kapcsolatban kérdezni. A tudok válaszolni. Ugye, itt vannak olyan tételek, ami hát azért meglepett engem már hárba, hogy az egy ajtó-ablakspalettázás, nincs sem ennyiség, semmit kiírva, az 400 000 forint, azért az elég kuzós. Hitonfalazás, nincs kiírva mennyi. A csempézés, hát 5 500 forint az anyagköltség, kicsit nonsense, a munkadíj is annyi. A lapozásnál szintén ugyanúgy van. És van még egy tétel, ami ugye hungarocell, betonozás, egy helyiség, ami 36 négyzetméter, az is közel 400 000 forintba kerül. Ez a folyosónak a bontása? Ne, a bontás külön van, az 280 000 forint külön. De meg ugye a következő meg az, hogy ugye mondottad, hogy műszaki ellenőr lesz. Igen. De hát itt nincs műszaki ellenőr. De van. Az nem, tévedés. A műszaki vezető és a műszaki ellenőr között óriási különbség. De nem, hát a műszaki ellenőr az ellenőrzi az építkezést, a műszaki vezető meg vezeti. Ugye a kettő azért is üti egymást, mert ugye az egyéni vállalkozónak a fia, ez a fiú, aki műszaki vezető. Műszaki vezető lehet, de ide nem kell műszaki vezető, műszaki ellenőr. De kell. Én a műszaki vezető kell. Műszaki ellenőr. Ellenőr kell, hogyha kikértek. Azt a MKS adja. Jó mondom? Nem, ugye a tavalyi hosszas vitánk, meg a már a Csokizott Szövetséggel, a korábban nyertes céggel, ők maguk ragaszkodtak hozzá, hogy csak olyan helyi vállalkozókkal dolgoznak, akiket egy műszaki vezető kontrollál, műszaki vezető fog össze. Tehát mindenképp szükséges a műszaki vezető. Meg tudom erősíteni ezt. Az ajtóablakspalettázásra annyit tudok mondani, hát le kell nézni az állajánlatot, hogy hány darab ajtó és ablak szerepelnek. Rengeteg, erről van szó. Biztos vagyok bent, hogy ő is egy kicsit innen szavai élet elbutósította azt az árat, mert nem tudja, még most sem látja, hogy mennyire fog sérülni ott az ajtó és az ablak közötti terület. De én ezt a 150 000 forintot nem látom akkor olyan óriási összegnek. De hogyha Gábor, te tudsz ennél olcsóbbat hozni, akkor légy szíves. De Sanyi, nem, csak azért mondom, ugye, hogy nem kell visszadobálni a labdát. Nem visszadobálom a labdát. Mert nincs itt mennyiség. Nincs meg, van mennyiség. Ott vannak az ajtók. Hát de hol van a mennyiség? Itt van. Az ajtók kaptál, hogy hány darab ajtók és abban a helyzet. Az még a anyaggal együtt köszönöm. Anyaggal együtt. Ott van minden. A harmadik. Amit kiküldünk összetűz a Gábor, rajzoltan egy kicsit belőtt. Nem, meg nem abba Gábor, amit kiküldtünk. Igen, a kihajtósban van ezt a kis persze. Tehát ott csak a lajban van, hogy hányat van, csak ott. Nem volt rájön, hogy fel a harmadik óvodat esperettel. Csak 5 darab ablak van. 15 darab nyilázáról. 15 darab nyilázáról. Jó, tehát az ajtók, minden tízes helységben az ajtó. Minden darab öltöző ablak van. Ja. Igen, látom. Beltérő műanyag ajtó, tehát oda jön az itomfal, a női vécének. Hát én próbálom rövidíteni a vitát, mert a vitát, hogy az
hagyjuk is, az mindig jó. Azért mondom, hanem magát a napi rendet, végül is ezt visszakérlek ugyanaz, amit már tavaly egyszer elnyertünk, akkor ugye 11 millió forintos árajátot kaptunk Pestől, ez a 11 millió forintos árajánlat, most 7,5 millió forintos ajánlat van előttünk, ennek a 30%-át kéri a kézlabda egyesület ugye a TAU támogatás mellé, ez a 30% ez 2 millió 250 ezer forint, én azt mondom, a 18 költségvetésünkből én támogatom, és azt javaslom, hogy akkor ezen pályázati munka megvalósulhasson az iskolán. Egy másodperc, még úgy zárszóként. Hát az még odébb van, csak mondta, hogy rövidítem. Csak akkor, még, akkor nem zárszóként, hanem még kis körítésként. Hozzáteszem, hogy az előző testület ülésen a testületből István is megjegyezte, hogy az iskolák az úgy néz ki, ahogy kinéz, felújításra szól. Most ez a pályázat, ennek a pályázatnak keretében úgy gondolom, hogy a 7,5 millió forint helyett az önkormányzatunknak 2,2 millió forint, 2,5 millió forintjába kerül, és az iskolának egy nagyobb része meg fog szépülni, fel fog újulni. Arra is ugyanúgy. Hogy mondjuk egy nagyobb része? Hát egy nagyobb része, az a folyosótól a csarnoki való része, női WC-vel, öltözővel, folyosóval, ahol a régi radiátorok, 30-40 éves radiátorok vannak, mennyezetet meg lehet nézni a Szőszigetet, ezt megcsináljuk. Ugyanúgy, ahogyan az önkormányzat elkezdte a termeket, lehet, hogy drágábbért fogja az önkormányzat megcsinálni a két termet, mindig azt mondom, ezt az egész épület számát. Nem tudom, mert volt itt a kivitelező, elmentünk az iskolába, végigjártuk mind a négy termet, és akkor nem csak a falszigetelésére, hanem a teknőszigetelésre is mondta, hogy célszerű lenne együtt csinálni, én kértem tőle árajánlatot, mi est megjön, ugye, és akkor még ez június 18-a előtt, a másik este ülésén meg tudjuk tárgyalni, hogy akkor a négy termet egyszerre, vagy arra két termet belső teknőszigeteléssel együtt meg tudjuk-e csinálni, itt ugye a termeket hogyan lehet kiríteni az egyik sarokpont, illetőleg, hogy a munka mennyi időt vesz igénybe, ezt mondták, hogy ez heteken belül megtörténhet, mindenképp megtárgyaljuk majd a másik testületülésünkben, ahogy lesz az ajánlat. És szerintem az iskola vezetősége is támogatja mind a női WC-k véget a lépületnek, illetve a hőszigetelés véget a felújítást. Én gondolom, ő is úgy gondolja, hogy ez a rész is felújításra szorul. Most már felújításra szorul, ez egy ez így van. Különösen a folyosó az, ami probléma. Jó, akkor egy kérdés. Köszönjük szépen, hogy mi az állapotolmács, mert ugye Sanyi felé, azt hiszem, hogy azért ez hozzátartozik a dologhoz, hogy maradjunk alkotni, meg kicsit jövőbe gondolkodni, és az a pénz, hogy mehetett volna olyan helyre, és ahol nem biztos, hogy ilyen hozadéka, vagy haszna, vagy értelme, vagy eredménye lett volna, de hála Isten szóval nagyobban korábban is szánta, és hát leszűnik a... Ez már tényleg zászóként mondanám én ehhez a pályázathoz. Nem kötelező beadnom a pályázatot. Ha a testet úgy gondolja nem, akkor nem. De semmi szerint. Csak azon mondom, hogy 70%-ben 30%-ába kerül az önkormányzatnak. Az, ami felújításra kerül. És úgy gondolom, hogy ez érdemes. Jó. Tehát akkor a határozott javaslatot ismertetném. Az önkormányzat testület elhatározza, hogy a Magyar Kézlabda Szövetség országos tornaterem felújítási program keretében megkérdezett pályázatának Kőserén tornacsarnok és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek felújítására a pályázatot nyújtja. A képviselőtestület a bejelentett felújítás pályázatban, ami a közköltség 30%-át 2.250 ezer forintot saját forrásként az önkormányzat 18 évi költségvetésében biztosítja. Feltartom a polgármester az előző mellékleget képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására felelős, szóval jön a határidőn azonnal. Aki így a határozott javaslatot elfogadja, ezt kérem készfeltartással jelezze. Hétfő egy hangulat, köszönöm szépen. 2.250 ezer forint akkor, ugye? Az azt mondta. Az ünnep. Jó. Igen. Ugye ebben csak az önelőtt kellett gondosítani. Jó, akkor az átülés előtt van még egy napi rendi pontunk, tájékoztató a sport és a működésére és a benyitott valós pályázatokról. Ehhez megszüktük az egyesület elnökét. Mondták, de inkább szünetet rendelek el, mert most már körülbelül egy óráig vagyunk, és akkor a szünet után folytatjuk. Akkor a szünet után folytatnánk a testület ülésünket a 9. napi rendi ponttal. A napi rendi pont címét itt a szünet előtt felolvastam, de időközben a szünetben bejött ugye a sport és a termékezik külön köszöntő. És maga a cím is kicsit azt mondom, hogy sejtelmes, ezt a legfőbb testületülésünkön
beszélgetés után gondoltuk ki, tájékoztatott a Hóhírstert működéséről és megnyitott a hós pályázatokról, és akkor megkérem, hogy bármilyen feladat, és nem készült el a példát, hogy akkor egy szóba hívt tájékoztatást. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm igazából a meghívást. A napi rendi pont, amiben kértek, az én azt gondolom, hogy természetesen már nyilvános nagyon régóta. Ugye ezek a TAO-s pályázatok valójában ezeket a magyar kormányunk alakította ki, és ugye a látvány csapatsportágak mind szakmai, mind finanszírozási, tehát a sportolás fejlesztésére irányultak. Na most ezekben a pályázatokban, ha valaki fölmegy a Bősárkány honlapjára, visszamenőleg is meg tudja nézni, hogy a korábbi években ezek a TAO-s pályázatok miket tartalmaztak. A TAO-s pályázatokban nyilván benne van az, hogy az egyesület valójában milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani. Ez nem, még egyszer mondom, nem vonja maga után azt a tényt, hogy azokban a pályázatokban található akár projekt összegek, amik láthatók, azoknak a forrás oldala az egyértelműen biztosító. A forrás oldalt azt mindig magának a sportegyesületnek kell megtalálni. Az adott projektekben az önrészekre, az önrészeket is a sportegyesületnek kell valójában megtalálni. Itt minden egyes ilyen kis sportegyesületnél mindahol mi vagyunk, általában az önkormányzatok vállalják a pályázati önrészeket. Na most a pályázati támogatásokat, meg magának, a sportegyesületnek, önkormányzatnak, szponzoroknak, közösen, közös érdekből, én azt gondolom, vállalkozókat kell találnia. Akik vállalkozók, a társasági adójuk felajánlásaként ezeket a forrás oldalokat tudják finanszírozni. Tehát maga a pályázat az így működik, tehát hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ott fönn vannak azon a honlapon összegek, és azokat az összegek azok automatikusan járnak a sportegyesületnek. Tehát onnantól kezdve azokat még természetesen meg kell keresni. Most ha én a meghívóból azt vettem ki, hogy kimondottan a 2016-17-es TAO-s pályázatról, 16 évben benyújtott pályázatról kellene igazából beszélnem. Ebben a pályázatban, de mint mondtam, tehát ez 2016 decemberében a honlapunkon fönn van, mivel ezek kötelezettségek a sportegyesületnek, tehát az adott szakszövetségek fele, hogy a honlapokon ezeket nyilvánosan fel kell rakni. Mivel a sportegyesületünknek nincs, ezért az önkormányzatnak a honlapján szerepelnek. Na most, ha ezen tételesen végigmegyünk, de gondolom itt, én azt gondolom, hogy én a nagy dolgokon mennék bele, és onnantól kezdve, ha valakinek ezzel kapcsolatban esetleg kérdése van, akkor én természetesen ezzel kapcsolatban várnám. Tehát a 2016-ban benyújtott pályázatunk főbb részei. Személyi jellegű, több projektelem van, személyi jellegű projektelem, van tárgyi eszköz beruházásos projektelem, és van utánpótlás nevelési projektelem. Tehát a pályázatok így néznek ki, minden egyes látványcsapás sportágban, tehát itt a labdarúgásban, kézilabdában, vízilabdában, kosárlabdában is így működnek. Na most van nyilván egy helyzetelemzés, amit igazából nekünk kell ezt egyértelműen megírni. Még egy fontos dolog, kiírja ezeket a pályázatokat. Jelen pillanatban nálunk elmúlt évekre visszamenőleg az első pályá, tehát a kezdetektől fogva a labdarúgást azt én írtam. Volt benn segítségnyújtás, tehát egy pályázatíró, aki a részletekben, maga a programban mindenféleképpen segítségünkre volt. A kézilabdánál emlékszem, az első pályázatot közösen a Sanyival tettük meg, közösen írtuk meg.
A kézilabdánál az összes többi pályázatot a Sanyi koordinálta, a Sanyi írta meg, és ő is véltudomásom szerint, meg hát nyilván így is van, egy pályázati írón keresztül ő is segítséget kap ezeknek a pályázatoknak a jogszerűségére, a jogszerű megírásához. Na most itt van ugye a pályázatnak az első részében vannak a helyzetelemzések, tehát itt le kell írni, hogy az egyesületnek hány csapata van, milyen osztályokban szerepel, stb. Stb. Ingatlan beruházásról kell írni, hogy igazából milyen ingatlanokat használ igazából magára a sportegyesület. Igen, jön a tételes, közben lapozom ám, ami ugye fönn van a honlapon, a személyi jellegű ráfordításra, ami nem pályáztunk 2016-ban. A tárgyi eszköz beruház, ez még mindig a tárgyi eszköz beruházás, de itt ugye kategóriák vannak. Itt van a tárgyi eszköz beruházásnál, van egy nagy tétel, a műfüves labdarúgó pályának a pálya befedése. Tehát ez tételként szerepel. Tételként szerepel a nagypályán a labdafogóháló tartó szerkezetének a beépítése, kicserélése, lecserélése. Itt vannak nyilván indoklások, de mondom, nem akarom ezzel most egyelőre még az időt húzni, mert gondolom azért majd kérdések fognak jönni. Itt vannak nyilván tulajdoni viszonyokat kell ezeket felrakni, hogy most tulajdonos bérel saját ezeknél a projektelemeknél igazából az egyesület. Akkor be kell mutatni ezeket a tárgyi eszközöket, és akkor van egy összesítés. Akkor megyünk át a következő projektelemre, van az utánpótlás nevelés. Az utánpótlás nevelésnél nyilván dokumentáltan kell tudni, hogy a Bőserkányi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának hány csapata van, azok milyen korosztályokban szerepelnek, hol versenyeztetjük őket, akkor csapatok nevei, feltételek azok, hogy ide be kell egyértelműen írni az edző személyét is, hogy ki foglalkozik ezekkel. Vannak kategóriák, tehát olyan edzői kategóriák, hogy én már sarkaltam többször régi kiöregedett labdarúgóinkat, hogy TAO-s pályázatban edzői díj kifizetésére csak akkor van lehetőség, de ezt tudomásom szerint szerintem a Sanyi is megerősít, a kézilabdában is, ha az adott szakszövetség által elfogadott képesítéssel rendelkezik. Be lehet írni ebbe az osztályba, hogy ő foglalkozik, de nyilván ő neki TAO-s pályázat keretében, amíg ő ezt a tanfolyamot az adott szakszövetségen el nem végezte, arra lehetőség nincs. Licenszel működtető. Így van, tehát ugye ezt a szakszövetségek határozzák meg. Még egy, igen, éppen ma edzéstervet kell ebbe a pályázatba fölgenerálni, mikor vannak az edzések, hol vannak az edzések. Akkor vannak az utánpótlás nevelésnek a ráfordításának költségei, hogy miket szeretnénk, ha a forrás oldalt igazából le tudjuk hívni. Itt vannak bennünk edzőlabdák, melegítők, cipők, kompresszor, kapuháló, utazó melegítő, de én úgy gondolom, jelen pillanatban ez a pályázat még él, de nem tudtuk ezekhez kapcsolódóan a forrás oldalt lehívni. Benne van ebbe a ráfordítási költségbe a pályabérlések, ami nem az egyesület tulajdona. Benne van a nagypályás műfüves pályabérlés, kispálya műfüves bérlés, öltözőbérlés, ezeknek az indoklásai, edzőkről beszéltem, tehát hogy meg kell jegyezni, hogy kinek van jogosultsága itt edzői díj kifizetésre, hozzáteszem, forrás oldalt nem tudtuk még egyelőre lehívni. Sporteszközök, gyógyszerek, nevezési költségek részben, ezeknek az oldala sincsen jelen pillanatban még lehívva. És van még egy dolog, ugye az általános képzést, hogy kivállalta azt az egyesületünk részéről, hogy ezekben a labdarúgó szövetség által létrehozott
edzői képzésekben kit szeretnénk igazából beiratni, ezeknek mi várhatók a költsége, ezek elszámolhatók ebbe a programba, megint mondom, forrás oldal, ha megvan. És akkor van egy összesítő, és akkor van egy kötelező mellékletek, amiket fel kell tölteni, tehát a jogosultságokat, jogviszonyokat, minden egyebet igazolni kell, és így kell benyújtani egy pályázatot. Jó, én nagyjából talán próbáltam ezt így elmondani, de ha kérdés van ezzel kapcsolatban, vagy biztos nyilván lesz, akkor én ezeket várnám. Jó, természetesen. Köszönöm szépen. Akkor nem, átadom is a szót nekem, majd is egy kérdés lett volna. Elhangzott már itt a konkrét pályázat, de akkor tessék sem. Elnyújt is, akkor a szabadba várjuk, hogy engedezek. Igazából szerintem a testületet a külfias pályázat elése érdekelné. Engem, meg személy szerint, és szerintem a foglalkoságát is az érdekelné, mert ez május. Légy szíves, mind a polgármester úr, vagy te, aki tud rá választani, vagy a képviselőtestület, a műfélyes pálya, ahol elhelyezkedik terület, illetve a műfélyes pálya, mint beruházott terület, kié, ki a jogos tulajdonosa, van-e köze a bősárkányi önkormányzatnak a területhez? Ha van, akkor milyen? Én erre a kérdésre szeretném tudni a választ. Tehát akkor most ez lett volna is a kérdésem, de én ezt akkor így megelőlegezem, tehát hogy a földrészlet az a vállalkozás tulajdona. Az ingatlan a földrészlet az a vállalkozás tulajdona, a felépítmény, a műfélyes pálya az önkormányzati tulajdon. Ja. Én úgy gondolom, hogy nem is az üzemeltető tulajdona, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség tulajdona. Tehát nem az önkormányzat tulajdona, a Magyar Labdarúgó Szövetség tulajdona a pálya. Én a kérdésre válaszoltam. Igen, én is azért, mert én azt az információt kaptam, hogy ez a bősárkányi önkormányzat tulajdona. Akkor tehát nem. Én úgy gondolom, hogy nem, a pálya, a telek tulajdonosa az üzemeltető cég, a pálya tulajdonosa 15 évig a Magyar Labdarúgó Szövetség. A Magyar Labdarúgó Szövetség hajtotta ezt a beruházást végre, anno 2014-ben, ez a beruházás az ő könyveiben is szerepel. És mind ő könyveiben is szerepel, tehát ő a jogos tulajdonosa a pályán. Tehát nem az üzemeltető a tulajdonosa a pályának, hanem a tulajdoni viszony az a Magyar Labdarúgó Szövetség. Akkor van az önkormányzat, nem akarok pirokra kintenni, de van az önkormányzatunknak egyáltalán valami köze ehhez a pályához? És illetve az ingatlan terület, ez kiderült, hogy nem, de akkor a pályához sincs. Gyakorlatilag közünk. Várom a választ, mert most... Én tőled várom igazából, hogy őszintén. Én válaszolok rá, tehát, de... tehát nekem kell. Nekem az válaszolja meg is a nézőknek, mert szerintem a falu lakossága ezt totál homályosan látja, és ezért vannak néha lehet konfliktusok, és én ezt szeretném tisztában adni. Tehát az már kiderült, hogy az ingatlan tulajdonos 100% égon a ti tulajdonokat. Az üzemeltető cég tulajdona. Igen. Akkor már kiderült. A terület maga. Igen, a terület maga. Akkor kiderült az is, hogy maga azon lévő pálya, illetve a kiszolgáló létesítmények, tehát az öltözők is a Magyar Labdarúgó Szövetség tulajdonát képezik? Nem. Maga a pálya, tehát ez a terület megosztás annak 2014-ben az önkormányzat részéről úgy történt az adásvétel, hogy három helyrajzi számra bontottuk a területet. Az első helyrajzi szám a maga telekalakításnál egy helyrajzi számon volt még annó az egész tóval, kivált belőle a mostani elkerített terület. A mostani elkerített terület az meg jelen pillanatban három helyrajzi számon szerepel. Az első helyrajzi számon mindegyik helyrajzi számon az üzemeltető cég a tulajdonos, tehát mint földterületé. A pálya az van külön helyrajzi számon, és arra, mint Magyar Állam, meg Magyar Labdarúgó Szövetség a tulajdonos 15 évig. Akkor tehát nincsen közel bősekeny önkormányzathoz a területen lévő sem. Öltözőt kérdeztél, bocsánat? Öltöző. Igen, az öltöző az meg saját vállalat, az üzemeltető cégnek egy vállalat saját
kötelezettsége, komfortérzetben, mindenben, tehát azt mi vásároltuk, mint üzemeltető cég, tehát az nem is pályázat útján volt, tehát azt egy használt konténert vásároltunk, azt mi újítottuk föl, mi alakítottunk kiben öltözőket, pontosan azért, hogy igazából tudjanak a sportolók abban öltözni. Tehát az meg, én is azt gondolom, az meg teljesen egy per egyben, mint a földterület is, az üzemeltető cég tulajdona. Akkor semmi. Nem. Az üzemeltető cég, mi kötelezettségeket vállaltunk, annó az önkormányzat fele, hogy mi a minden nemű kötelezettséget, amit ezzel a pályával kapcsolatban annó a Magyar Labdarúgó Szövetség kötelezettségként vállalt, adott az önkormányzatnak, azt kötelezettséget, meg jogokat is megkaptuk, vele együtt a kötelezettség oldalát is. Tehát, hogy 15 évig mi azt a pályát üzemeltetjük, mi azt 15 évig azt a pályát az MLS részére megóvjuk, tehát az állagát, őrzését biztosítjuk. Parkosított környezetet vállaltunk, és minden nemű együttműködést magával a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség, ha kíván ott szervezni tornákat, akkor mi azt ővele egyeztetve előre időpontban minden gond nélkül, tehát tudjuk vállalni. Mi az önkormányzatunk felé még egy kötelezettséget én vállaltunk, hogy minden év legalább minden év 10 napját díjmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátjuk, az önkormányzat által előre bejelentett, felelős személyek által vállalt állag megóvással. Tehát ott, ha az önkormányzat szeretne bármi nemű rendezvényt tartani, nekünk kötelességünk igen az önkormányzatnak 10 napig ezt rendelkezésére bocsátani, de akkor természetesen mi szeretnénk egy felelős személyt, aki az állam megóvást akkor ezt fenntartja. Csak gyakorlatilag ezen kívül semmi más nincs az önkormányzat között. Én tudomásom szerint nincs, de hát... Én csak azért szeretném ezeket a kérdéseket tudni, mert a tisztánlátás érdekében szerintem tudni, hogy a létesítmény kinek a tulajdonban magára ezeket a dolgokat. Mert én más információt adom teljes mértékben erről a dologról. Nem tudom, hogy a képviselőtestület régebbi tagjai, ők hogy emlékeznek itt az adásvételre? Előbb vett, és akkor pontosan tudom, én úgy emlékeztem, hogy az önkormányzat tulajdonába kerül, elfogadom, hogy az Attila mondott, elő kell venni az akkori megállapodásunkat, és ehhez irányult volna a kérdésem, és akkor ez a téves indulóponthoz, hogyha az a földterület ugye a vállalkozás tulajdona, a felépítmény az önkormányzaté. Jó, mondtam, hogy a téves kiinduló pont az igazodott, és akkor egy harmadik személy a sportjesetnek pályázik, hogy akkor a korábbi hozzájárulatkozatát nem kellett volna lezerezni. Így, ha az MLS a tulajdonosa a műfős pályának 15 évig, akkor őtől kellett ezt a hozzájárulatkozatot beszerezni, illetőleg, hogy akkor a TAOS pályázatnál a sportjeset idegen tulajdonban hogyan pályázhat, illetőleg hogyan valósítani a beruházást, hogy akkor annak az új beruházásnak mi lesz a sorsa. Nekem ez lett volna a kérdésem. A polgármester úrnak teljesen, én azt gondolom, a gondolatmenete valójában ilyen szempontból jó. Nyilván maga a telek tulajdonosa a üzemeltető cég, a pálya tulajdonosa a Magyar Labdarúgó Szövetség, a pályázatot a Magyarország kormány által jóváhagyott, jogszerűen megtírt pályázatról beszélünk. A Magyar Labdarúgó Szövetség a saját tulajdonú pályáján, saját pályázatán, egy értéknövelő, tehát ha ő úgy gondolja, egy értéknövelő és kihasználtságot növelő beruházást, én úgy gondolom, mint látszik, megkaptuk rá a jóváhagyó határozatot, tehát végrehajthat. Most akkor nem kell át a sportegyesület tulajdonába a értéknövelő beruházás? Nem. Tehát maga az értéknövelő beruházás az ugyanúgy a Magyar Labdarúgó Szövetség tulajdona. Én ott, tehát ha most a sportpály, a betedésről beszélünk, ott is magának nyilván az üzemeltetésnek a költsége, a fenntartásnak a költsége,
az mind magának, az üzemeltetőnek a költsége. Tehát itt most egy légsátorról beszélünk, tehát ott, ha valaki tudja ennek a működésének az elvét, ott nem kevés működési költségek vannak, ponyvás szerkezetről beszélünk, tehát ott ez 15 évet igazából szinte kisebb bír, tehát folyamatosan nyilván felújítások, ponyvacserékre van szükség, amit igazából az üzemeltető cég vállal. És vállal továbbá ennek a beruházásnak az MLS által meghatározott műszaki tartalommal kijelölt cégek által forgalmazott, légsátorral történő beruházásánál a meghatározott 30%-os önrésznek a megfizetését. Tehát valójában a pályázathoz szükséges önrésznek a költsége az nem az önkormányzat, nem a sportegyesület, hanem az üzemeltető cég és a telek tulajdonásának a költsége. Tehát ebből az önkormányzatunknak, a sportegyesületünknek, így kimerem mondani, hogy egy forint költsége nem származik. Vagy egy költségében nem kerül. Tehát ha ott légsátorral lévő pálya befedés történik, itt magának az önkormányzatnak és magának a sportegyesületnek egyetlen egy költsége nincs. Igazából már is tulajdonos, tehát... A Magyar Labdarúgó Szövetség a tulajdonosa pályának, még egyszer mondom. Én ezt értem. Tehát nem az üzemeltető cég a pályának a tulajdonosa, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség. De innentől kezdve szerintem a polgármester úrnak, vagy esetleg mindenkinek is nyilvánvaló, mert jönnek negyed évente ellenőrizni ezt a pályát. Erről az önkormányzatunk e-mail kap, postai úton értesítés kap. Én több levelet tudok mutatni, amit nagyon köszönöm és kipostáztam. Tehát, hogy itt voltak, ellenőriztek, rendbe találtak, meg hogy jönni fognak, és menjünk ki, gumigranulátumokat néztek, állagot néztek, tehát több mindent néztek, és ezeket a leveleket én köszönöm szépen, ezeket időben én megkaptam, tehát nyilván én tudtam teljesíteni a kötelezettségeket, tehát meg tudtam mutatni a pályát minden negyedévben, meg természetesen minden negyedévben a szükséges karbantartásokat a saját költségünkön, mi ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség fele, mi ezeket betartottuk, jelen pillanatban nem találtak hibát a pályának az állagára, környezetére, sőt, inkább azt mondták, a környezete, azt gondolom, hogy rendben van. Kimondottan rendben van. Én kérdeznék egyet, akkor hogy jön be egy magánszemély, vagy egy cég ebbe az állami finanszírozásba? Mert ugye azt kimondta, hogy jöhet be? Képviselő úr, a pályázatokban az önrészek vállalásánál benne van az is, ugyanúgy, hogy egy cég vállalja akármelyik, valamelyik pályázati projektteremné, szponzori támogatással, vagy bármivel az adott önrészt. De akkor miért kellett nekünk a pályához önrészt adni? Melyik önrészről beszélünk? 2010, most a jelen pillanatokról beszéljünk, de szerintem... Nem, akkor miért kellett az önkormányzatnak, mert különben nem lehetett volna elindítani a beruházást. Így van? Önök voltak a tulajdonosai, önök egyértelműen akkor annó ez nyílt volt szerintem, de még előkerestem a 2012-es pályázati anyagot is, abban is már szerepel a légsátorral való befedés, vagy bármi, hogy hova szeretne ez a projekt eljutni. Nem, tehát ez szerintem képviselő úr, önnek is nem. Nyílt volt akkor. Én nem azt feszegetem, hogy be lesz fedve, csak most hogy jön be, hogy akkor kellett az önkormányzat egy tahós pályázat elbíráláshoz, most már nem kell, és nem kell se állami cég, se egyesület, hanem egy magánszemély, mégis egy működtető cég. Igen. Ez hogy jön, jogilag hogy áll össze? Ezt szerintem nem, nekem nem tőlem kell megkérdezni, tehát maga a pályázatnak a jogszerűségét, tehát nyilván bárki vizsgálhatja, jóváhatja, de én úgy gondolom, akkor ezt a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, vagy a magyar kormányunknak a pályázatával kell ezt megnézni, de akkor maga indulóban, én úgy gondolom, akkori piaci környezetben egy nagyon emelt áron vásároltunk egy területet, ami önkormányzattal megállapodás címszóban volt, hogy akkor minden nemű elkészül ez a pálya,
elkészül ez a pálya, és annak a vételi árát, amit az önkormányzatnak mi annó kifizettünk, az az összeg kerül önrészbe. Tehát ez akkor így történt. Tehát az is nyílt volt szerintem, mert már többször ültünk itt ezzel kapcsolatban. Tehát én nem értem a kérdést. Jó, mindenképp azt mondom, hogy különítsd fel a kettőt, szerintem az még nem is klaus pályázat volt a működéses. És ne azon, mert tényleg azt már elég sokszor áttárgyaltuk, hanem konkrét ezen klaus pályázatról, amit tudunk, akkor azt még meghallgatjuk. Megadom a szót természetesen. Nem számomra is ugye az volt a furcsa módon, hogy téves kiinduló pontból, de akkor csak azt mondom, hogy a végéről beszélek, hogy akkor a sportügyeslet pályázik, mert ha jól értem, akkor a sportügyeslet pályázik. Igen, meg még igen, a sportegyesület pályázatában van, mivel az ingatlan, tehát a maga a pálya tulajdonosa, a Magyar Labdarúgó Szövetség, tehát itt a lényeg, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség nem maga az üzemeltető cég jogokkal, kötelezettségekkel. Tehát kötelezettsége is van, meg nyilván innentől kezdve 15 évig ő magának, ennek a pályának az üzemeltetője jelen pillanatban. Még egy annó pályázatnál még azt is benyújtottuk szerintem, hogy, és ezt önkormányzati szinten is elfogadtuk, megtárgyaltuk többször, tehát szakmai partner maga a sportegyesület és minden nemű egyeztetést, és támogatja minden egyes ilyen beruházást. Nem tudom, tehát talán végigolvastam többször a szerződést. Mindenben segíti magát a Magyar Labdarúgó Szövetséget, tehát nem gátolja. Tehát ilyen fogalmazásokat is, ha elő tetszenek venni a szerződéseket, ilyenek is vannak a kötelezettségvállalásban. És minden nemű kötelezettség, mondom, és jog, az az üzemeltető cégé a pályával kapcsolatban. De mondom, kötelezettség is. És ennek magának a kötelezettség oldala, én azt gondolom, havi, éves viszonylatban, jelen pillanatban, a kötelezettség oldal, ezt kimerem jelenteni, de ezt talán nem árulok el titkot, a kötelezettség oldal talán nem fedezi a bevétel oldalt. De ez azt gondolom, hogy ez az én maszek, vagy az üzemeltető cég magájellegű problémája legyen, ő ezt vállalta, de én azt gondolom, amit vállaltunk az önkormányzat fele, a parkosított környezetet, az előre bejelentett 10 alkalmat, tehát ha volt valami, akkor legyenek olyan kedvesek, tehát hívja föl bárki a figyelmet, vagy ha ott esetleg valamivel kapcsolatban probléma van, de én nagyon bízom benne, hogy ezzel kapcsolatban nem nincs. Hát van probléma, de most nem a pályához kapcsolatban, ezt külön megbeszéljük, elég pártárulod, természetesen. A másik, tehát bár mondtad, hogy egyre nem erüljünk be, de azért engem érdekelne, hogy amikor ez a felé is lenne egy kérdésem, meg vagy az Attila felé is. Amikor ez a projekt megvalósult 2012-ben, ugye? Az önkormányzat... Nem, 2014. Vagy 14. Az önkormányzat az adott pénzbeli juttatást ehhez a beruházásnak a megvalósulásához? Igen, 30%-ot mi adtuk, igen. És nincsen cserébe semmink? Szerintem tűzöltök után az önkormányzat lesz, de most már elő kell venni, és meg jó, kell az azért kérdezem, mert így most már légből kiabálni. Nem értem, hogy mert én közel 10 millió forintot tudok. Annyit tud. És cserébe nincs tulajdoni jogunk. A másik kérdésem pedig az Attila felé az lenne, hogy a sportegyesület most ezek szerint vissza fogja bérelni, majd gondolom edzés óra számukba a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a pályát. Válaszolok erre is, de ha megenged erre esetleg a polgármester úrhoz föltett kérdésre is hadd válaszoljak, tehát a tévénézők elé. Én úgy gondolom, ha értékként megnézzük, hogy milyen értéken vásároltuk mi meg azt a területet, az akkor 2014-ben én úgy gondolom nem piaci érték volt, tehát emelt piaci érték volt. Tehát valójában az önkormányzatnak egy területet adott, egy parkosított, rendezett környezetért. Tehát valójában a 30%-os önrészt azt úgy vállalta az önkormányzat, hogy a üzemeltető cégtől emelt áron vásárolt egy területet, amit tovább fizetett. Tehát nem az önkormányzatnak a költségvetéséből akkor 30%-os önrészre nem ment ki, mert bevételi oldalon meg keletkezett egy telekeladás. Emelt áron. Tehát így helyes.
Így helyes, szerintem a... Hozzátettem képviselő úr, hogy a telek emeltáron értékesítésével, igen, az önkormányzatnak... Hardalan lenne a vita, megmondom őszintén, csak azért, mert ezt már több évben át kitárgyaltuk, és azt mondom, újra nagyon nem tudunk mondani. Elő kellene venni ezeket a légpapírokat, szerződésünk mai napig megvannak, iratták belőkeresetre a 12-es és a 13-as és meg a 14-es szerződések is. Az utolsó szerződési képviselőtestület ülésen tárgyaltunk, mindenki előtt ott volt, tehát azért mondom, hogy aki régen informálni azokat emlékszik, mint én, vagy nem emlékszik, elő kell venni a szerződésem, és akkor abból több választ is megkaphatunk. Konkrét taos pályázatról, amiről korábban is szó volt. Én nagyon nem igazán értem, de életemben nem csináltam még taos pályázatot, mellette 330 másokat csináltam, ahhoz többet tudnék segíteni, vagy többet tudnék hozzászólni. Itt ezt még nem értem, nem tudom, hogy akkor ahhoz van még jelentkező. Nekem csak az, hogy a kovicabérei majd jelenleg az Egyesület. Ez volt még egy kérdés. Tehát akkor az Egyesület nem használhatja, ez használhat, hogy korlátlanul, de fizetni kell érte. Az Egyesület, mint Sanyi, szerintem nagyon-nagyon jól tudod, meg korábban a kézilabdánál is volt egy ilyen lehetőség, meg most is van a kézilabdánál egy ilyen lehetőség, meg nem csak a kézilabdánál, a taljos pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy igazából visszabérlés történjen. Tehát maga az üzemeltetési költségek térítésére kedvezményes áron. Na most, ezeknek az árait nem mi határozzuk meg, mint üzemeltető cég, hanem ezeket is jóvá kell hagyatni, ezeket jóvá hagyják, hogy milyen költségek várhatóak, és mit számlázhat az Egyesület. De valójában ennek a költsége, Sanyi, megint azt mondom, az önkormányzat és a sportegyesület, te is nagyon jól tudod, az önkormányzat és sportegyesület kasszájából egyetlen egy forint nem keletkezik pályabérlésre. Sőt, marad a sportegyesületnél, mert a Sanyi is nagyon-nagyon jól benne van ezekben, tehát a TAO-s pályázatok biztosítanak arra kiegészítő sportfejlesztési támogatást 12,5%-ot, a pályabérlésnek az önrésze az pedig 10%. A többit, ha a sportegyesület megkeresi a forrás oldalt, akkor valójában a sportegyesület még 2,5% marad a pályabérlésből magába a sportegyesület kasszájába. Mert a sportfejlesztési támogatást azt önrészként beállítható. Tehát oda megyünk, hogy a pályabérlésnek a maga a sportegyesületnek és az önkormányzatnak, tehát itt lehet esetleg későbbiekben valakiben fölmerülhet az, hogy az önkormányzat által adott működési költségek egy forint se megy erre a pályának az önrészébe. Tehát önkormányzati önrészre nincs szükség a pályának a bérlésére. Még forrás oldalon, semmelyik oldalon. Sőt, 12,5%-ot kap, ha ezt a sportegyesület vagy az üzemeltető cég TAO-s forrásból biztosítja. És eddig tudta biztosítani, tehát innentől kezdve 2,5%-ok azok a sportegyesületnél maradtak. Tehát nem költség, hanem 2,5% bevétel származott a sportegyesületnek. De Sanyi, erősítsen meg, hogy ezek így voltak, vagy így vannak, vagy nem? Attila, egy kérdésem meg, igen, nagyon jól mondtam. Tehát az, hogy... Minden ugyanígy, nem fiskáliskodni. Tehát azért mondom, hogy esetleg a tovább gondolásra is azt mondom, hogy erősítsél meg, vagy cáfoljál be a kérdésbe, hogy a 12,5%-nál egyértelműen 10%-os önrész van pályabérlésre, tehát valójában az önrészként felhasználható. Ugye ebben bele lehetne menni, mert ugye van a 7% is, de nem ez a témája. Tehát nézzük meg, hogy mire lett lenyitva. Így van. Rendben, elfogadom. Szakmai szempontból nem akarom vitatni a pályának a használatát, de itt ugye, ahogy felmondtad, hogy vannak bizonyos tételek, amiket meg nem tudsz leírni tovább, de mindegy, ezek már csak ilyen szakmai észrevételek az én szememből. Te úgy döntöttél, mire most ezt a pályázat terül, és tiéd a létesítmény, hogy te ezt az irányvonalat követed, hogy inkább az edzésre pályázol, mint hogy inkább más volt a beruházása. Egy elfogadom. Köszönöm én. Nekem igazából minden kérdésre választ kaptam. Jó, köszönöm szépen. Még a Sanyira mondhatok erre esetleg egyetlen egy mutatot, zárszónak. A Sanyi is ezt nagyon jól tudja, amikor a sportegyesületünknek nem kevés támogatást hozott,
nem támogatást hozott ebbe a kérdésbe, hogy magának a támogató cégnek döntése az, hogy melyik projektre adja a pénzt. Tehát valójában a támogató cég, aki hozza a TAO-t, ő meghatározhatja, hogy melyik forrást melyik egyesületnek adja, és az egyesületnek a jóváhagyott programjában melyik projektre vette. Tárgyi eszközberuházásra dönti el a cég, hogy arra adja, vagy adja személyi jellemű ráfordításra, vagy adja például képzésre, vagy bármire. Tehát ez a cégnek a döntése. Tehát erről szerződések vannak. Jó, köszönöm szépen. Itt valaki jelentkezett. Még egyet kérdeznék. Ugye úgy indult az egész, hogy tájékoztató a sportegyesület működéséről. Elmentünk a TAO-s pályázatok felé, ahol összességében az eddig is ment, úgyhogy ezután is megy, ez dicséretes dolog, de a sportegyesület működéséről nem hallottunk egy szót se. Tudnék, ugye ment egy évig húzódott az új vezetőség választása, és én úgy tudom, hogy most is úgy működik, mint az előtt. Tehát a vezetőség nem működik, nincs vezetőségi gyűlés, nincs megtárgyalva azok a dolgok, amiket ugye a vezetőségnek kellene megtárgyalni. Ugye azért be kellene tartani, hogy egy egyesületnek a működése ugye szabályzatban le van írva, és azokat úgy be kéne tartani. Nem tudom, hogy ez ügyben mi a helyzet, de én úgy tudom, hogy sajnos vannak ilyen dolgok. Hát én ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást tudom adni, igen, történtek változások a sportegyesület vezetőségében. Ez nyilván azt is talán mondhatom, hogy az indítványozója, én úgy gondolom, mivel a legnagyobb fenntartója az önkormányzatunk volt, tehát onnan indultak, hogy legyenek benne változások. Kértek személyi jellegű változásokat, nyilván szerettünk volna, de ezt mivel egy független egyesületről beszélünk, tehát egy közgyűlés jóvá hagyta, hogy hány tagúra bővülünk. Meg lett tartva egy tisztújító közgyűlés, aminek szerintem a jegyzőkönyvét még pont a polgármester úr vezette le, és ő volt a jegyzőkönyvíró. Megválasztottuk az új tisztségviselőket, engem a közgyűlés megtartott, mint elnöknek, pedig én szerintem ott felajánlottam, vagy azt mondtam, tehát nyilván új elnököt kell választani, tehát egyhangulag megválasztottak. Megválasztásra került alelnöknek a Sport és Kulturális Bizottság részéről a Szabolcs, titkárnak a Varga Júlia, és szakosztályvezetőknek pedig a labdarúgó szakosztály részéről a Horváth Ferenc, a kézilabdáról a Varga Sándor, és a tekéről pedig a Török Imre. Tehát volt véleményem szerint évzáróval kapcsolatban több egyeztetésünk ezzel kapcsolatban, évzáróval kapcsolatban. Tehát ha most azt mondom, hogy nem tudom, hogy a képviselő úrnak milyen jellegű rálátást szeretne igazából az egyesületre kapni, de én azt gondolom, hogy tudunk összehívni új közgyűlést, és akkor esetleg ön is, mint képviselő, tehát nyugodtan tisztséget vállalhat, vagy bárki ebbe a sportegyesületbe. Képviselőre vállalhat tisztséget, a sportegyesület tagja vállalhat tisztséget, amúgy a kérdés volt, és akkor tényleg rövidre zárom, mert 8 óra 20 elmúlt, és szokásidőkeretet túlléptünk. Tehát megtörtént tavaly szeptemberben ugye ez a tisztítő közgyűlés. Ennek az összehívás módjáról sok mindent hallottuk, ezt nem tudjuk, hogy akkor ez ugye miként történt, a jogszabályra megfelelően. Én nem a jegyzőkönyvvezető voltam, hanem a vezetőelnök. Ugye jegyzeteltem valóban, és mondtam, hogy bocsánat, bajra. Tűröttünk. Igen. Tehát megválasztottuk a jegyzőkönyvvezetőt, két jegyzőkönyvhitelesítőt, megválasztottuk a sportegyesület az elnökséget. Én akkor is azt mondtam, hogy a jegyzőkönyv elkészítésében a jegyzetek alapján felhoztam magammal, hogy már a segítséget megadok. Ebben az ügyben senki nem keresett engem, és a kérdésünk az lett volna, hogy akkor ez a jegyzőkönyv elkészült, illetőleg ugye miután az elnökség, tehát az alapszabály módosítása volt, ezt ugye a bíróságnak meg kell jelenteni, ezek a bejelentések megtörténtek-e. Nem történtek meg, mert én még nem kaptam valójában erről a jegyzőkönyvről egy másolatot. Hát, meg nem kértem. Hát úgy működünk, hogy nem jövett még akkor a régi. Most én azt gondolom, hogy nem történt semmi. Jó, mert én sem tudom, mert megvoltam ott az a nagyobb. Akkor jó, most a kérdés, és akkor ugye, ha visszakanyarodunk az első ugye beszámolójának, az Attilának, ugye akkor ezeket a problémákat, amiket itt elmondtál,
ecsetelténk, nem kellene ilyenre sor. Tehát semmi se történt két év alatt tulajdonképpen. Azért, mert nem tudunk megírni egy jegyzőkönyvet, bocsánat, hogy így fogalmazok, de azért ez már nonsens, gyerekek. Ez már nonsens. Írta meg a jegyzőkönyvet? Hát nem tudom, megírta valaki? Ott a jegyzőkönyv. Nem az Imrének kell jegyzőkönyvet írni. Egy közmérés. Ő elvállalta. Tehát onnantól kezdve... Akkor is azt mondtam, hogy segítek a jegyzőkönyv megírásra. Így van. Tehát annak is senki nem... Jó, de ha birtokban van, egy jegyzőkönyv, akkor én azt gondolom, az nem jogos kiküldeni egy sportegyesületnek. Minden nemű tájékoztatást engem meg lehet keresni, engem el lehet érni, szoros együttműködést akart mindenki, csak nyilván nem mindig, magát az elnöktől várjanak mindent. Tehát én nekem ez a kérdésem. Tehát az, hogy Gabi bácsi, én tisztelettel végighallgattam, legyen olyan kedves, ön is hallgasson. Én végighallgattam. Jó, köszönöm. Akkor azt gondolom, hogy nem mindent magának az elnöknek kell, azt gondolom, egy sportegyesületbe tenni. Innen indultak a változások. Tehát ha valakinek a birtokában van egy jegyzőkönyv, és onnantól kezdve most felszeretnék róni ezt hibának nekem, hogy ebből a jegyzőkönyvből nem kaptam egy véleményt, akkor szerintem a tévénézők vagy bárki döntse el, hogy most ezt nekem kellett volna megkapnom, vagy jogosan, mint egy társadalmi szervezetnek, juttatások nélkül működő társadalmi szervezetnek, társadalmi elnöknek, még erre is kell figyelnie, onnantól kezdve, mint nagyon-nagyon sok másra. Tehát én erre azt mondom, ezt akkor döntse el bárki, ha a jegyzőkönyv valakinek a birtokában volt, és ebből az elnöknek, meg magának a sportegyesületnek egyetlen egy példányt nem küldött, én nem gondolom, hogy én érzem magamban is a hibást, igen, hogy miért nem kérdeztem, de 100%-osan ne tessék ezt a dolgot magának a sportelnökre rátestálni. Nem az elnökre testálom. Akkor jó, köszönöm. Nem az elnökre testálom, de van egy működési szabályzata az egyesületnek. És ott megvannak a parlamentális feladatok, amiket be kell tartani. Tehát az önkormányzat csak meghívott, Ott az elnök, a sportegyesület közgyűlésén, ugye ott választani kell jegyzőkönyvvezetőt, etc. etc. Kettő hitelesítőt, és utána, ugye ez mind az egyesület feladata. Én azért hiányolom, na most jó, ebben menjünk bele, ez elsikkadt. Oké. És azóta volt vezetőség ülés, nem? Most itt csak... Volt, tudom mondani, hogy volt, igen. Van egy titkárunk, szerintem egy titkár feladata ezek az adminisztrációk, választhatunk ott egy titkár. Például ha most esetleg személyeket akarunk keresni szerintem. De most az a titkár nem él, mert a bíróságban, az alapszabálymódosításban nem szerepel. Sanyi, szerintem egy egyesületnek, egy amikor... Egy személy sem él, Attila. A régiek élnek. Én úgy gondolom, amennyire jogi oldalon tájékozott vagyok, nem vagyok ügyvéd, jogász, bármi, de ha készül egy jegyzőkönyv, és ott le van írva, hogy ő a titkár innentől kezdve, az, hogy nincs bejegyezve, az onnantól kezdve már ő a titkár. Na, most elveszem azt, hogy megmondom, ez az. De van jegyzőkönyv, mert azt mondtuk, hogy ott van jegyzőkönyv. Nem. Itt van egy alapszabály, én arra jegyzeteltem, ezen van bal oldalon 14, jobb oldalon 6-4. Mindegyik mellett ott van a titulus. Ennyi. Ezzel kell tudtam volna segíteni, hogy tévedés ne essen. De azt mondja, hogy meghívó, jegyzőkönyv nincsen, van 16 név. Ennyi. Meg egy alapszabály tervezet. Ne hallgatjon, ugyan, de igen. Öntől segítséget kaptunk, tehát ebbe a kérdésbe, de én valójában úgy gondolom, amikor ha történt egy ilyen közgyűlés, tehát van egy titkárunk, akkor onnantól kezdve ezt a jegyzőkönyvet nem egy elnöknek kell megírni. Meg nem szakosztályvezetőnek, ezt nézzük meg, hogy akkor esetleg kinek. De nem egy elnöknek. De nincs jegyzőkönyv. Jó. Oké, csak itt magának az egyesületnek a működését firtattuk, és azt gondolom, hogy ha a képviselő úr nem a személyemnek szólt, akkor én elnézést kérek, ha őt meg akart megbántottam, mert nem volt célom, most se szeretném, csak én azt gondolom, hogy itt mindenki előtt nyilvános legyen, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem az elnök feladat. De az sportegyesületé, Attila. Igen, így van. Ezt ebben egyébként. Tisztázzuk, én nem személyeskedni akarok, akkor másképp. Egyébként is van, és ne legyen a partonon, itt a Szabolcs még jelentkezett, tessék. Nem kívántam igazából szólni, de tényleg most már eljutottunk egy olyan részre, ami szerint egy disziplinárból hozott kategória. Nem szeretem, hogyha bárki, vagy bármelyikünk hősként, vagy mártírként akar szerepelni. Lényeg az, hogy elvileg van egy újra választott sportegyesületi vezetőség, aki most vagy van, vagy nincsen. Ugye én is elvileg bizonyos tisztségben vagyok, elvileg egy elnök helyettes, de semmiről nem tudok tulajdonképpen. Működni szeretnénk. Tehát
ennyit mondanak, hogy működni szeretnénk. Most ne azt keresünk, mikor, ha én elnök helyettes lennék, vagy elnök lennék, akkor szerintem most nem azzal foglalkoznék, hogy most a jegyzőkönyvért ki a felelős. Kell lenni, meg kéne keresni azt a jegyzőkönyvet, mert annélkül szerintem egyik további eljárás sem működik. Új alapszabályt kellene hozni, mert ha nagyon visszafelé akarunk mutogatni, akkor tulajdonképpen rossz helyre fogunk eljutni. Tehát én azt mondanám, hogy működjünk, hívjunk össze valamikor egy közgyűlést, ugye annak megvannak szintén az alap dolgai, hogy kihívhat össze közgyűlést, és akkor ennek alapján készítsünk a új alapszabályt, és akkor tegye mindenki a dolgát. Tehát ne ragadjunk be ilyen nyilvánszok, nem most akkor hol a jegyzőkönyv, mert a jegyzőkönyv készítő. Nem érdekel. Működjön az egyesület, és érdemi dolgokkal próbáljunk foglalkozni, és tényleg valóban ne egy névleges egyesület, ne egy itt egylet legyen, hanem aki tisztséget kapott vagy vállalt, az minden birtokában, hangsúlyozom, minden információ birtokában, legyen az pályázat, legyen az akármi, úgy tudjon működni, mert döntéseket hozni te is, én is, mi is megfelelő információ birtokában tudunk, meg szeretnénk. Nekem ennyi lett volna a kérdésem, igazából tényleg jó vagyom a feszültségnek. Jó, és köszönöm szépen. Szabolcsnak a, én azt gondolom, nyugodt, átgondolt szavaira próbálok én is így reagálni, mert úgy gondolom, hogy ebben semmilyen személyeskedés nem volt. Én teljesen egyetértek ebben a Szabolcs mondatában. Igen, az volt az alapvető vezetési választásnak a célja, hogy dolgozzuk, vagy igen, többé legyen, vonjunk be mindenkit, nagyobb legyen a tájékoztatás. Igen, de én most azt mondom, hogy eljutottunk ide, akik új vezető, új tisztséget kaptak, ne csak azt várják el, hogy tájékoztatást kapjanak, hanem tenni is akarjanak érte, és dolgozzanak is benne. Tehát minden egyes tag, alelnök, szakosztályvezető, elnök, elnökségi tag, mindenki ne csak várjon tájékoztatást, hanem ő is kérdezzen, meg ő is dolgozni szeresen. És így tudunk előre menni. Úgyhogy én a Szabolcsnak a szavaival teljesen egyetértek. És akkor én meg lezárom, szombat este tűzoltó, hanem közgyűlésen, hanem egyesületi gyűlésen vettem részt, és nem jó érzés volt akkor hallani, amikor a parancsnok szépen ott a megjelent közel kétharmad tagnak, mondta, hogy május 13-án a tűzoltóverseny Bősárkányban lesz, és ennek tűzoltóversenyen nem csak a két versenyző raj, hanem rajtuk kívül az egész tagságnak igenis munkát kell vállalnia, mert akkor lehet egy sikeres tűzoltóversenynek szervezni, hogyha mindenki a saját feladatát tudja. Előtte most már három héttel mindenki megkapta a személyre szóló feladatot, valaki ugye a versenynél, a szerelésnél, valaki a stafétánál, aki a programirításnál sem szerel, segít, de mindenkinek így a feladatát szépen kiosztotta előre, és hát bízom benne, hogy akkor más 13-án egy sikeres versenyt tudunk itt a településünkön megrendezni. Én lezárom, főleg, hogyha más jelentkezést nem látok, akkor a kiállal megköszönöm, hogy eljött és ezt a tájékoztatót megadta. Én a TAO-n belül megmondom őszintén, a fejlesztés pályázatot nem értem, ez én hibám, a működési viszont megértettem, azt köszönöm. A sportjeste működésére mert csak annyit kérek, hogy működés is akkor ezt a jegyzőkönyv készüljön el. Jó, más jelentkezést. Teljesen ellentmondatok, most mondod a jegyzőkönyv, hogy készüljön el. Nem, legyen egy új közülés. Szabolcs azt mondja, hogy legyen. De pillanat, legyen mi nem mondhatjuk ezt a sportéslet maga. Értem, így van. Jó, azért is nem akarod. Azt megkérdezem, mikor volt ez a szeptemberben? Tavaly szeptemberben. 2016 szeptemberben. És akkor az önkormányzat nyugodt szívvel adjon 1 millió vagy 2 millió forintot, vagy amennyi, mikor miért kell, mikor ahhoz meg, arra meg egyszerűen a sportegyesület nem volt képes, hogy fél év alatt egy jegyzőkönyvet megírjunk. Hát, még nem adtunk az idén támogatást azóta. De tavaly itt megkapta. Tavaly itt megkapta, igen. Tavaly itt azt teljesítették, ugye tavaly. Jó, most nem erről van szó, most ezt húzhatjuk, de húztuk két évvel ezt az egészet. Ugye akkor azt hittük, hogy elindul a jó kerékvágásban, hogy az egész, ne egy ember dolgozzon, mert ha ő vállal magára minden, tény és való. Azért kell a több ember megbeszélni, és akkor mehet előre a szekér. Hogy most itt hibázott, nem kell most fejeket venni azért, hogy ki hibázott, ki nem hibázott. Ezt rendbe kell tenni. Tudjuk, hogy ez a menete, ez a jogi követelmény egy egyesület működésénél, ezt be kell tartani. Nem? És ezt elvárják tőlünk is. Jó, akkor ha más napirendet lezárom, köszönöm szépen, akkor még itt a nyilvános ülésen bejelenteni való van valakinek. Ott tessék.
nekem én csak a késő testület felé azzal a kéréssel fordulok. Ugye a legutóbbi testület ülésen az István előhozta, hogy a járdákat Fekete utcába szeretné, hogyha hát a testület megcsináltatná. Én meg a bősöten a Dózsa Gyűjtő nevébe szeretném kérni a képviselő testületet arra, hogy az utcánkban van egy befejezetlen oldal, a Lédoktor úrtól a 86-os körútig, és onnét csak és kizárólag közút vezet kifele a járdáig. Tehát ott nincsen járda. Hogyha ugye az önkormányzat testület úgy döntött, hogy a járdafelújításokat fontosnak tartja, akkor a testületet arra, hogy abban az utcában jelenleg több kis családos család él, akik babakocsikat is tolnak. Biztos vagyok benne, hogy a településen több helyen is van ilyen, de szeretném kérni a testületet, hogy záros határidőn belül a legalább a busz megálló, hogy egy járda épüljön. Hogy a gyerekeket a babakocsival ne a közúton kelljen tolni, ahol buszok, traktorok behajtani, illetétlen személyek járnak autóval, és nap mint nap képviselőtársnőmnek a unokája is azon az úton közlekedik szerintem, az én családom is azon közlekedik. Még egyszer elnézést kérek azoktól, mert biztos vagyok bent, hogy a faluban van több terület, ahol nincsen járda, vagy nem megfelelő járda, de ott abszolút nincs is járda. Ugye ezt tényleg szívesebb a korolvosoljuk, jó? Csak a utcánk belébe szeretném ezt a kérdést. Tehát az önkormányzati terület, tehát nincsen lakó, akit bele szeretné, én arra tudom érteni, hogy... Akkor felkérném az önkormányzati föl, az utcán aztán majd. De amúgy sem lehet lakót kötelezni, azért ezt nem mondjuk. Hát kötelező nem lehet azt, hogy előtte lévő területet tartsa rendben, amire lehet igaz. Akkor a bejelentés ugye most itt most már hagyományos majális, nem tudom, hanyadik éve, negyedik? Ötödik majális, és ugye most a május 1 az hétfőre esik, tehát most már 30-án vasárnap után elkezdődnek a programok, és kérték, hogy ezeket a programokat ismertessem, ha bár a honlapunkon is fönn vannak. Tehát 30-án 18 órakor a május fállítás lesz ugye hagyományosan a Kissárgában. Május 1-én 9-től 11-ig a gyerekhorgász verseny, és a tavalyi példából tanulva ugye délutánra tettük a gyerekeknek a sorversenyt, hogy a két helyszín között tudjanak választani. Itt a sorverseny hasonlóan tavalyihoz a határtalan hanság szervezésével lesz, és 17 órakor pedig virsli, illetőleg sörívó verseny lesz. Tehát nem ingyen vésni, meg ingyen sör, hanem verseny lesz, aki kedvet érez hozzá, az kérjük, nevezzen. És akkor a más bejelentés nincsen, akkor a nyilvános ülés lezárom, mert még nekünk zárt ülésünk van, és most nem is beszámol lesz, hanem ülésfozatal. Gitta, megkérlek, te maradj, mert ugye a beteresztés az a Budából eredt, és akkor a tévénézőtől viszont elköszönök.